Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden kedves vendégünket, és a professzor urakat, akik kint ülnek a panelben. Itt az IASC 5 éves tudományos teljesítményének bemutatóján. Többszörös könyvbemutató a mai, tulajdonképpen aratunk. Eredményekről beszélünk, és kiadványokról beszélünk. Ünnepnap ez a mai nekünk, hiszen rengeteg munka és rengeteg erőfeszítés, csapatmunka, szervezés, ami az elmúlt 5, immáron 6 év során tulajdonképpen belecsatornázódott ezekbe a kiadványokba, a publikációkba. Ezekről szeretnénk ma beszélni. Tisztelettel köszöntöm az intézetünk főigazgatóját, Viszivec Ferencet, akit megkérnék, hogy nyissa meg a mai tanácskozást. Ahogy mondja Bella, ez egy fontos pillanat nekünk, tehát ez a pillanat, ez egy elnyújtott pillanat. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor született az intézet, erre nem beszélek most hosszan, de mindenképpen volt egy pár éves periódus, ami előkészítette, mikor már tudtuk, hogy létre akarjuk ezt hozni, volt erre javaslatunk, volt erre már született a kormány előterjesztés, és el tudtunk indulni egy két éves, kétszer egy éves új Közép-Európa című ösztöndíjprogrammal. Azért mondom, mert semmi nem distinct, hanem inkább egy flow, egy folyamat, egy áramlás az intézetnek a létrejötte is és a működése is. Ez 2014-ben volt, amikor Kőszegen még az ISIS, az ISES alapítvány elindította az új Közép-Európa ösztöndíjprogramot, és 2015-ben ezt folytattuk már a Pannon Egyetemmel közösen, azzal a meghatározott cél, hogy legyen egy olyan regionális, nagyobb partnerintézményünk, amelyikkel hosszan is együttműködünk, és amelyik a maga nagyságával és regionális hálózatos mi voltával segítségünkre van, mondjuk annak az új tudásnak a terjesztése, amit létrehozunk, és mi is segítségükre vagyunk abban, hogy az ottani professzorok és fiatal kutatók több nemzetközi kutatói lehetőséghez jussanak. Tehát volt egy 5 plusz 2 év, az a 2 év ez nagyon fontos volt, és meghatározó munkák születtek, nagyon-nagyon röviden említenék. Akkor jött ki Jordi Jensen könyve angolul és magyarul is, ahol egy nagyon fontos kifejezés került bevezetésre, amit azóta is élünk, megélünk és újra élünk, ez a hibriditás. Ahogy ezt akkor ő előre vetítette, megjósolta, az életünknek majdnem minden területe hibrid, ahogy ez a konferencia is az. Valószínűleg többen néznek minket online, mint ahányan itt ülünk. Bár eleve úgy hívtuk meg a barátainkat, ismerőseinket, hogy nem feltétlenül kell idejönni, mert lehet online is követni, bekapcsolódni. És ez azt hiszem, hogy maradandó. Ez nem egy vagy két éves pandémia időszakáról szól, hanem ez egy maradandó dolog. Egy másik nagyon fontos fogalom, és egy nagyon fontos kollégánk, aki már nincs velünk, Hankis Elemér, dobta be az akadémiai köztudatba a bizonytalanság kora fogalmat, amit szintén már többen használtak, de ő erre a mostani korszakra mondta, hogy ez egy új korszaka a bizonytalanságnak, és ebből született az Európai Blue Sky konferencia sorozat. Már 13-ban volt egy ilyen, Bayer professzor úr, elnök úr is részt vett, és sokan, akik már nincsenek köztünk, Benjamin Barber vagy Zygmunt Bauman. Ezeknek a konferenciáknak is megmutatjuk majd a készülő köteteit. Tehát egy elég komoly elméleti megalapozás volt itt, a bizonytalanság korát követte egy későbbi kifejezés, amit én kezdek mondani mostanában, az a paradoxonok kora. Ez, ha lehet, még nehezebb, mint csak bizonytalanságban élni. Majdnem minden, amit csinálunk, az ellentmondásos. Kerekes Sándor professzor úr
lehet, hogy csak online lesz ma velünk. A gonosz problémák hátról beszél, amelyek szaporodnak, a wicked problems, amelyeknek nincs megoldásuk. Tehát azzal kell együtt élni a társadalomkutatóknak, a természettudósoknak, a politikusoknak, mindenkinek, hogy vannak problémák, amiknek nincs jó megoldása, és mégis valamit csinálnunk kell velük. Valahogy előre kell lépnünk, és tovább keresnünk a megoldásokat. És akkor nem mondanám el az egész menüt, mert hiszen nem az a dolgom, csak jelezném, hogy a komplexitás fogalmát is már nagyon hamar elkezdtük körüljárni, és az volt az intézetnek tulajdonképpen az egyik fővállalása, amit Crowe professzor úr jobboltából már jóval korábban elkezdtünk megvitatni, átgondolni, hogy hogyan lehetne természettudósokat, műszaki tudományokkal foglalkozókat, társadalomtudósokat, bölcsészeket, és akár művészeket, alkotóművészeket összeültetni, képesek együtt dolgozni. Beszélgetni nyilván képesek. Ezt már jó 10 éve elkezdtük itt professzor úrnak az irodájában, amikor itt az akadémia alelnöke volt, vagy főtitkára is, aztán később tanácsadó. Tehát, hogy egy hosszú érlelődési folyamat után indult el ez az intézet, 2015. novemberében, volt örülök, hogy itt vannak a miniszterelnökségtől a kedves kolléginák, akik ezt a folytonosságot képviselik. Nem tudtuk, tehát hogy ugrottunk a semmibe, hogy volt egy kis magánalapítványunk, tulajdonképpen az hozta létre alulról, és hát a kormány határozat alapján, akkor a miniszterelnökség pedig, hogy teszik, fölülről, de hát ez 2015. novemberében és decemberében volt, és egy bizonytalan fél év után, 16. májusában elindult az intézet. Még egy könyvet mutatnék, amiről ma nem lesz szó, csak azért érdekes, mert pont 7 éve volt itt a bemutatója, ezt Jody Jensennel közösen szerkesztettük, és az a címe, hogy Reframing Europe's Future, Európa jövőjének az újra keretezése, újra gondolása. Amikor itt ezt bemutattuk, itt nagykövetek ültek, itt ült nagyon ismert amerikai nagykövet, lengyel, stb. Mindenhonnan, és tulajdonképpen egy bizonyos értetlenséggel fogadták. Lehetett olvasni az arcokon, hogy nincsen nagy baj, van, aki ezt el is mondta. Jó ez az Európa úgy, ahogy van. Hát mindenkinek egy kicsit jobban kell benne viselkednie, de 7 éve még ezt gondolták politikusok, diplomaták és társadalomtudósok. Nagyon sokat változott a világ. Én itt be is fejezném, az utolsó mondatom az Hankis elemére vonatkozik, illetve hivatkozás. Miért ez a címe, ez a kvantummechanika és az életértelme? Elemérnek volt egy kiadatlan eszéje, amit mi adtunk ki angol és magyarul már az eltávozása után. És ennek az a címe, és ebből született egyébként egy szeminárium sorozat, erről is lesz ma szó, ami folytatódik, erről is lesz ma szó, tehát ez a kis műhely munka is jelen van, hogy a társadalomtudósok, természettudósok gondolkoznak új fogalmakon, módszertanon, és aztán az összes többi, az pedig itt majd Agárdi Izabella be fog konferálni, nem az én érdemem, rengeteg fantasztikus ember gyűlt össze az intézetben, az intézet körül, fiatal és szenior kutató, külföldiek és magyarok. Tisztelt kollégáim, hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy ez az esemény itt most zajlik, egy olyan teremben, amelyeket, mint az akadémiához erősen kötődő személy, történelmi jelentőségűnek érzek. Ebben a teremben számos olyan program indult, amelyiknek történelmi jelentősége lett később. Ha egyet csak említsek, a Nemzeti Agykutatási Program, hogy azt valószínűleg mindannyian hallották, innen indult. Hát mindjárt egy jó kívánságot szeretnék megfogalmazni. Szeretném azt hinni, hogy ez az esemény egy ilyen történelmi folyamat indításának is bizonyul IASC, a kőszegi IASC szempontjából. Említés került arra, hogy én fizikus vagyok, és itt a kvantummechanika a konferencia címében van. Volt egy esemény Kőszegen, amikor én a kvantummechanikáról, mint fizikus tartottam előadást, és a következő előadást Hankis Elemér tartotta a kvantummechanika társadalmi vonatkozásairól. Akkor
Utána mi leültünk, és arról beszéltünk, hogy jó lenne erről hosszasabban eszmét cserélni, és aztán egy programot is csinálni belőle. Sajnos ezt a biológia megakadályozta, arra, hogy Hankis Elemérrel ezt folytassuk, az ő halála pontot tett. Viszont a programra nem, és én remélem, hogy ennek még lesz folytatása, hiszen a kvantummechanika annyira bele kellene, hogy ivódjék a társadalomba, a gondolkodásmódba is, ami még egyre nagyon távol van, amiben az IASZ-nak szerepe lehet. Bemutatásra került Kőszegen egy könyv, egy Thomas Filk nevű úr írta, Quantum and Quantum-like a címe, An Introduction to Quantum Theory and its Applications in Cognitive and Social Sciences. Én azt hiszem, hogy ez egy tipikusan interdisziplináris példa, és én örülök annak, hogy Kőszeg ezt fölkapta. Ha megnézik ennek a konferenciának a programját, akkor a kvantummechanikától a zenéig egy nagyon széles spektrum fejlődik le. Nyilvánvalóan itt ügyesen kell szelektálni, mert ez egy olyan széles terület, hogyha mindennel foglalkozni akar egy ilyen csapat, mint az IASZK, az nyilván ellaposodna, de ezt én eddigre nem láttam még. Nagyon izgalmas a program, kívánom minnyájuknak, hogy élvezzék ezt, tanuljanak belőle. IASZK-nak pedig azt kívánom, hogy valóban ebben a teremben ez a konferencia történelmi eseményé váljék. Köszönöm szépen! Gratulálok! Lehet, hogy saját magunknak egyébként, de azt hiszem, hogy ez rendben van. Ez tényleg egy nagyon komoly mérföldkő, szabad még mérföldekről beszélni? Kicsit kérdés. Azt akarom mondani, hogy a bizonytalanság, amivel bekezdtük, tehát Elemér hagyatéka, hogy, és ez is azt hiszem része a kvantum gondolkodásnak, hogy mi egy olyan világban élünk, ahol átalakult a klasszikus okozatiság. Tehát én azt látom, hogy az átlag ember, és ez nagyon is vonatkozik a politikára, mint volt politikus is mondom, nem érti, hogy körülötte mi történik, miért történik. És igazából átalakult az okozatiság klasszikus fogalma a newtoni megközelítés. És ma már a komplexitás elmélet nélkül nem értjük meg, hogy körülöttük mi történik. Nem tudjuk megérteni, nem tudjuk megfejteni. Tehát a politikai hatalom működése is ma már másképpen mozog, mint azokban a szép koreai világban, tehát 89 előtti világban, ahol azt hittük, hogy viszonylag könnyű megoldani a problémákat. Innen jönnek többek között az úgynevezett gonosz problémák, a wicked problem category. Tehát egyszerre élünk egy lineáris és nem lineáris világban, ami azt jelenti, hogy szembe kell nézni a pillangó hatással, az emergenciával, a pozitív visszacsatolással és ilyen jelenségekkel, ami nélkül nem értjük meg, hogy mit csinálunk, milyen hatása lesz annak, amit csinálunk. És tudom, hogy ezt IASZK már megbefogadta, de itt nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak az IASZK, ne csak Kőszegen gondolkodjanak így, hanem mindenütt Magyarországon, Közép-Európában is, hát mindenütt igazából. Hát köszönöm szépen a figyelmüket, csak hozzátenném, hogy a parlamentben, a plenárison gyakran csak egy percet kaptam, tehát ez egy luxus. Köszönöm még egyszer. Az általam korábban is ismert kőszegi kutató műhely, az hová fejlődött? Hát, hogy mennyire kiterjedt kutatási témákkal foglalkozik, és ez valóban teljesen megfelel annak a korszaknak, amit itt bizonytalanságkorraként, vagy akár paradoxonok korraként jellemezhetünk, mert a változások oly mértékben összefüggenek egymással, a különböző területeken zajló átalakulások, ezek
azt mondhatnám, egymást felerősítő, gyakran lavinaszerű hatásokat, eredményező folyamatokat indítanak el. És örömmel látom, hogy az új eszmék vagy új ötletek felmerülése, az innováció és a gyakorlati, tudás gyakorlati hasznosítása iránti fogékonyság mennyire jellemzi ezt a kőszegi műhelyt. Sokat kell gondolkoznom azon, hogy mi az a K betű az IASC végén, mert Institute for Advanced Studies, az van több helyütt előfordul, de hogy ez ennyire egy lokalitáshoz koncentrálódik, az nem gondoltam, hogy ez kőszeg lesz, ugye? Ez kőszeg lesz. IASC, igen, IASC. Igen, van egy jelentése is, hogy kérdezünk, ugye, kíváncsiak vagyunk a világra, és kérdéseket teszünk föl. Minden esetre, amit itt legnagyobb mértékben üdvözlök, az a következő néhány dolog. Az egyik az, hogy képes ez a társaság mindig nagyon széles körben új ötleteket felkarolni, nagyon sokféle tudást képes becsatornázni a kutatásba. Tehát a természettudósok gondolataitól kezdve társadalomkutatóknak a gyakran nagyon szkeptikus, nagyon lehangoló gondolatait is egymással összefüggésbe tudja hozni, és a modern kor problémáit így közelíti meg. Emellett azt a fontos szempontot is szem előtt tartja, hogy a tudásnak valamiképpen hasznosnak is kellene lennie. Nem elég csak teoretizálni a világról, hanem hatással szeretnénk lenni a társadalom pozitív irányú átalakítására, vagy átalakulására, és ezért főleg a Kraft program az egy olyan érdekes csomópontja ennek a törekvésnek, ami még sok haszonnal járhat. Meglepődve tapasztaltam azt, hogy hát a Kraft Index például puszta listaszerű, számszerű felsorolásával is mennyire kiderül az, hogy sikeresek és fejlesztéseket megvalósítani tudó települések azok, ahol van összefogás, ahol a politikai, a gazdasági, a kulturális tényezők, elitek tagjai, egyszerű emberek munkáját is mozgósítva vagy bevonva, ahol ők összefognak és valami újat kezdeményeznek, ott lesz siker. És kicsit lehangoló azt látni, hogy a lista végén olyanok vannak, ahol mínusz 0 egész korrelációk vannak, ami azt jelenti, hogy a kölcsönös betartás nagyobb szerepet kap ott, egymás gátlása, a jó kezdeményezések elfolytása, mint az együttműködés. Az együttműködés szándéka. Tehát ez, ha csak ennyit mutat meg, ez a program már az is nagyon fontos gyakorlati szempontból és politikai szempontból, de hát ennél lényegesen többől van szó. Arról, hogy a kulturális tényezők legalább olyan fontosak az identitás fenntartása, megőrzése szempontjából a településre és a lokalitásra való büszkeség, és a kezdeményezőkészség szempontjából, mint a gazdasági, társadalmi tényezők, miközben nem elhanyagolható a politikai támogatásnak a szükségessége se, ez még az IASC működésében is megmutatkozik. Most én nem tudok annyi mindent, annyi kötet jelent meg, hogy nem tudok mindenről beszámolni. Néhány dolgot kiemelnék, amit én nagyon fontosnak és jónak tartok. A témák közül, amelyekből kötetek születnek. Az egyik, ugye a kúrens témák sokasága közül maga a és itt Jody Jensen kötetére utalok, aminek volt előzménye a Blue Sky konferenciákban. Meg is néztem, hogy találkozom a nevekkel, egy későbbi átdolgozott formában közölték a publikációikat, tehát hozzátették, javítottak rajta, meg volt szerkesztve, jó minőségű kötet született. A történelmi emlékezet és az emlékezet politika milyen fontos, egyrészt az identitás újra definiálása szempontjából, másrészt pedig abból a szempontból, hogy ezzel, hogy mondjam, elfelejtett alternatívák és identitás elemek
újra hangsúlyosá válnak, viszont a politikai hatalom ki is tudja használni az emlékezett politikai manipulációk révén saját hatalmának az megerősítésére. És ezt senki nem tudja jobban, mint a délszláv háborúban részt vett ugye, tagállamok is. Ilyen szempontból én nagyon fontosnak tartom, és nagyon üdvözlöm azt, hogy a Dél-Kelet-Európából sok ösztöndíjas, sok kutató tud ezekbe részt venni, és ők igazán pontosan érzékelik az ebben rejlő lehetőségeket és veszélyeket is. Pók Attilának is van egy kötete, mindenki figyelmébe ajánlom, a történelmi emlékezet és az emlékezet politikai jelentőségéről, a múlt hatalma. Érdemes ezt nagyon kritikusan és nagyon alaposan feldolgozni ezt a témát, mert ez lényeges eleme a mai életünknek. A másik ilyen nagyon fontos, hogy a hálózati társadalom létrejötte, és ennek a sok oldala, a negyedik ipari forradalom problémáitól kezdve, addig, hogy milyen társadalmi kihívásokat tartogatnak azok a klimatikus változások, azok a technológiai átalakulások, amik a korunkra jellemzőek, mert nem csak pozitívumok, hanem veszedelmek is származnak ebből, amelyeket tudatosítani kell. Több kötet foglalkozik ezzel. Nagyon fontosnak tartom azt is, és látom, hogy külön kötetben a közép-európai identitás kérdése újra és újra felmerül. Nekem erről nagyon kritikus volt mindig a véleményem. Volt egy olyan kegyetlen jellemzése a közép-európai identitásnak, Joseph Rothschild részéről, hogy ez egy közép-európai zsidó eszme az európai univerzalitásról, ahogy ők ezt elképzelték. Ez azért leegyszerűsítő megközelítés, egy irodalmának szabad ilyet mondani, de azért az nem vitás, hogy a térségnek vannak nagyon fontos kulturális és politikai sajátosságai, a társadalom szervezési identitási elemek, amelyek ha bekerülnek az európai kontextusba, a szélesebb európai kontextusba, akkor ezek az európai architektúrát is befolyásolhatják és átalakíthatják. Érdekes ötleteket láttam ezzel kapcsolatban Európa háromszintű politikai átalakításának az ötletéről, és így tovább. Aztán nagyon lényegesnek tartom azt, ami a kulturális tradíciók elevenítése vagy megmentése terén történik. Úgy látom, hogy a lokális identitás jelentőségét a kulturális hagyományoknak a felélesztésével lehet a leginkább biztosítani vagy kezdeményezni. És ebből a szempontból nagyon jónak tartom például azt a kötetet, amelyik a körmendi zsidó polgárságnak a történetével foglalkozik, de több hasonló ilyen mű is szerepel az itteni kiadványok között. Hát arról nem beszélek, hogy nagyon nagy örömömmel szolgál, hogy két külön kutatóközpont is van, amelyik a IASCAN belül működik, vagy az ISESZ-en belül, nevezetesen a Polányi Centrum, meg a Hankis központ, kutatóközpont. Azt kell mondanom, hogy nekünk Hankis Elemér közös kollégánk volt az akadémián, egy igazi inspiratív szellemiségű ember volt, aki tele volt ötletekkel, sziporkázó ötletekkel, és mindig képes volt az embereket arra provokálni, hogy out of the box, tehát a boxon kívül, a dobozon kívül gondolkodjanak, és más, egy szélesebb kontextusban, vagy globális összefüggésben lássák a saját törekvéseiket és a tennivalóikat. És hát a Hankis emlékkötetek, meg az, ami még készül ebből, az szintén nagyon jelentős. Most az, amit a természettudósok előadásaiból láttam. Én nem vagyok nincs nagy természettudományos képzettségem, de gyakran többet olvasok természettudományi műveket a mai kor hatására, mint társadalomtudományiakat, lehet, hogy az életkorommal is összefügg. Valamit pótolni próbálok abból, amit elmulasztottam az életbe. De mindig érdekelt a fizika, a biológia és az informatika, meg egyebek. Csillagásznak készültem valamikor, csak ebből nem lett semmi. De amit mondani szeretnék, ezek a kötetek is
nagyon, nagyon, nagyon jók ezek a műhely tanulmányok, előadások, amiket videón is lehet látni. Nagyon sokat tanulhat belőle egy olyan laikus, aki maga nem kutatója ezeknek a területeknek. És ezek azért nagyon fontosak, hogy ezeket megértsük, mert a modern globális átalakulás közepette nem lehet eltekinteni a természettudományok eredményei és az ebből eredő technológiák társadalmi hatásaitól. Nagyon meg fog változni a társadalom egésze ezeknek a nyomán, és tudni kell azt, hogy mi várható és milyen tendenciákra kell felkészülni. A magam részéről én itt abba is hagynám, sok kötetet lehetne külön bemutatni, de hát mindenki számára ezek a kötetek elérhetők, talán többen ugye egyes témákról részletesebben is fognak beszélni a konferencia során. További jó munkát, sok sikert kívánok ennek a műhelynek, és elismerésemet fejezem ki azért a képességéért az igazgató úrnak, hogy elképesztő szellemi kapacitásokat tud mozgósítani jó ügyek érdekében. Köszönöm szépen! Tényleg egy rettentően izgalmas könyvet szeretnék mindannyiunk számára javasolni, ami az Ayahuasca monográfia sorozatban jelent meg, és tényleg felvetődik az a kérdés, hogy egy természettudománnyal foglalkozó kutató, aki a molekuláris rendszerek vizsgálatának tényleg egy nemzetközi legelismert szakértője, miként is keveredik ahhoz, vagy fog ahhoz, vagy vállalkozik arra, hogy áttekintse a természet és a társadalom modellezésének a kérdéseit. Ezt talán abban lehet igazolni, hogy most már a modellezés az egyfajta közvetítő nyelv, keveréknyelv, és tényleg sokan vagyunk úgy, és különösen Baudet professzor úr hihet abban, hogy a modellezés segít abban, hogy a strukturális kérdéseket megértjük, megalapozott döntéseket hozzunk, a modellezés az inspirál minket, és nyilván a modellezés az egyfajta óvatossága is inthet bennünket. Mert hogy ezek a modellek, ezek struktúrálják a gondolkodásunkat, és egyfajta módon okosabbá tehetnek, segítenek a kulcs elemeknek az azonosításában, a kapcsolatoknak a feltárásában, segítenek az eredmények értelmezésében, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy segíthetnek a kommunikációban is, ami az interdisziplináris kutatások szempontjából egy rettentően fontos feladat. Nyilván a modellek azok az adatainkat is felhasználhatóbbá teszik, előrejelzésekkel leszünk képesek, meghatározhatunk struktúrákat, stb. És az nyilván, ami szintén nagyon fontos, hogy ezek a modellek döntéstámogató eszközök lehetnek, ami azért az AIS szempontjából egy rettentő fontos kérdés, hogy potenciálisan alkalmazható a társadalmi kérdések megválaszolására, a társadalmi problémák feloldására alkalmas ismereteket tárjunk fel. Tehát igazából ezek a modellezésben rejlő lehetőségek, és aki hisz a modellezésben, az akkor arra is vállalkozhat, hogy nem csak a molekuláris rendszereket modellezi, hanem a komplex rendszereket is, mert hogy igazából ezek a komplex rendszerek nagyjából ugyanazt a sémát követik, miszerint elemekből épülnek össze, ezek az elemek valamilyen módon kompozitokat, struktúrákat alkotnak, amelyek aztán önszervező képességgel bírnak, és amely önszervező képességnek a következtében úgynevezett emergens tulajdonságok jelenhetnek meg, azaz a rendszer olyan tulajdonságokkal fog bírni, amivel az elemi építő elemek nem. És hát nyilván ilyen típusú komplex rendszerek körbevesznek minket nem csak a molekuláris szinten, hanem társadalmi szinten is, amikor az elemi társas kapcsolatokból összetett társadalmi problémákra próbálunk megoldást keresni. Az, hogy ebben foglalkozunk, nem csak a természettudományos, illetve a társadalomtudományos kutatásnak a tárgya, hanem az a jövőnket meghatározó probléma,
A rendszertudománynak, a rendszertervezésnek a jövőben 2025-re tett célkitűzése az, hogy fenntartható, skálázható, megbízható, biztonságos, és ami nagyon fontos, társadalmilag elfogadott rendszereket hozzunk létre, és olyan rendszerek kellenek, hogy létrehozásra kerüljenek, amik egymással kapcsolatban vannak, és hát nyilván komplexek. Tehát ezért keveredik igazából a társadalomtudós, a mérnök és a természettudós is a komplex rendszerek problémájához, és ez a könyv, ez egy nagyon kitűnő megközelítésmódot követ, amely megközelítésmódot a könyvnek a második ábrája mutatja, miszerint vannak az emergens tulajdonságot meghatározó elemek, amelyek szoros kapcsolatban állnak egymással, amelyek valamilyen makroviselkedést hoznak létre, vagy tanúsítanak, és ennek a sikerességét pedig úgynevezett evolúciós folyamaton keresztül van igazából visszahatással magára az elemekre. Tehát Bodett professzor úrnak a könyve igazából ezt a modellt követi, és ezt vázolja a második fejezetben, és aztán utána példákat ad arra vonatkozóan, hogy ez a mechanizmus, ez miként jelenik meg a fizikában, biológiában, társadalomtudományban. Aztán nyilván aztán később részletesen végigmegy a fizikában, biológiában, illetve a társadalomtudományos kérdéseken. Ezeken a belül kiemelném, hogy kitekintést ad a hálózattudománynak az eszköztárára, és hát a kedvenc témáját sem nélkülözi a szerző, azaz a mémek világára. Azaz miután ismertette azt, hogy a genetikában miként tudunk, illetve a természet miként hoz létre egyre komplexebb rendszereket, elkezdi azt vizsgálni, hogy a mém, mint egy önállóan másolható kulturális egység, miként jön létre, miként fejlődik, és megpróbálja, illetve nem csak megpróbálja, megteszi, hogy ebben a modell előbb említett modellel vázolja a memetika kérdéseit is. Az olvasó azt láthatja, hogy ez a sok-sok kérdés, rettentően sok kérdést érint a szerző, de ez erre feltétlen szükség van, hiszen a komplex rendszerek tudománya ezeket a területeket mind érinti. Tehát az 1950-es években, amikor a kibernetika és a rendszertudomány kialakult, nagyon gyorsan felismerésre került, hogy ki kell, hogy alakuljon a komplexitásnak a tudománya, amely aztán kezelni kell az emergens viselkedést, a hálózatelméletet, a mesterséges életet, a genetikus algoritmusokat, a multiágens modellezést, és a szerző nagyon jól betekintést ad ezekbe a területekbe. Azt, hogy jól betekintést ad, azt avval is alátámasztanám, hogy a könyv az nagyon szépen illusztrált ezekkel a modellekkel, nagyon érzékletes példát választ, például egy nyálkagomba és egy tokiói közlekedési hálózat összevetésével, ami ugye egy Science Week-ben jelent meg, és érzékelteti, hogy a természet miképpen tud komplex rendszereket létrehozni. Külön érdeme a könyvnek, hogy a koncepciók mögötti személyiségeket is felvázolja, és hát maga a szerző is egy picit önkritikát gyakorol olyan szempontból, hogy nem egyszerű vállalkozás, nem egyszerű feladat, amire ő vállalkozott, mert hogy ez egyfajta bizonyos felületességet igényel, ennyi területet lefedni, de én véleményem szerint ezt pontosan megfelelően tette meg a szerző, és a könyvnek az utolsó szavával zárnám a hozzászólásomat, és nagyon sok további sikert kívánok mind a magának a szerzőnek, mind pedig az IRS-nak, és ezzel is javaslom a könyvet mindannyiunk számára, miszerint úgy érzem, hogy ez a könyv ez egy nagyon jó útmutató lehet arra vonatkozóan, hogy interdisziplináris kutatásokat fogalmazzunk meg, és hajtsunk végre sikeresen, úgyhogy ehhez kívánok sok sikert, és még egyszer meg szeretném köszönni a lehetőséget, hogy beszámolhattam erről a nagyszerű művről. Köszönöm. Én meg inkább arról szeretnék beszélni, hogy személyesen én mit tanultam a könyvből.
Ugye mindjárt Dantét idézhetném, hogy az ember élet útjának felén egy sötétlő erdőbe jutottam, mert ezt akármelyikünk mondhatná, aki kutatással foglalkozott egész életében, és egyszer csak arra jön rá, hogy apró téglákat pakolt egy építményhez, és most már szeretném látni az egész katedrálist is messziről, hogy az hogy is néz ki, amit én csináltam. Vagy idézhetném Douglas Adamsnek a Galaxis úti kalauz toposoknak című könyvét, amikor megkérdezik a szuperszámítógépet, hogy what's the answer to life, the universe and everything? És akkor 7,5 millió évig gondolkodik a gép, és az válasz az, hogy 42. Tehát az, úgy érzem, hogy Dezsőnek is ez volt a motivációja a könyv megírása mögött, hogy talán ő már eleget foglalkozott azzal, hogy a ionok hogyan mozognak, fizikai kémiában hogy lehet modellezni, és szeretne valami általános rendező elvet megismerni, ami érvényes a természeti rendszerekre és a társadalomra egyaránt. És ebben a rendező elvben megtalálta a komplexitást, amihez a könyv elolvasása alapján nyilvánvaló, hogy rengeteget olvasott, és rengeteget gondolkodott rajta, és felépített egy olyan rendszert, ami ezekben a különböző rendszerekben, fizikában, biológiában, társadalomban ugyanolyan elemeken alapul, és ugyanolyan logika szerint épül fel. Tehát a könyvnek lehetne szerintem az a címe, hogy a világ Boda Dezső szemével. És kérdés, hogy messzebb jut-e a válasszal, mint hogy 42. Hát ebben nem vagyok biztos, mert ugye a könyv végére sem jutunk el odáig, hogy mondjuk a társadalomról legyen egy szép, exakt modellünk. De ha ezt meg tudta volna csinálni, akkor az igen nagy dolog lett volna, reméljük még dolgozni fog rajta. De abban biztos vagyok, hogy bárki elolvassa, a tudomány bármilyen területéről érkezik, annak nagyon sokat és lényegeset, újdonságot tud mondani ez a könyv. Tehát lássuk, hogy nekem például mit mondott. Én olyan azok közé, a természettudósok közé tartozom, akiket Dezső úgy jellemez a könyvben, hogy egy komplex rendszernek egy elemével, ágensével szöszmötöl egész életében, és benne ebben a buborékban nagyon jól érzi magát. Tehát én elektronmikroszkópos vagyok, nanométeres és mikrométeres méretű objektumokat elemzek. Na most erre hadd mondjak egy példát, hogyha a Dezső könyvét előbb olvasom, akkor mennyire jó lett volna, hogy például a 90-es években légköri aeroszol részecskéket vizsgáltam, és észrevettem egy érdekes jelenséget, hogy a fényelnyelő meg az átlátszó részecskék egy részecskén belül keverednek. Most nem részletezem a dolgot, a lényeg az, hogy felismertem ennek a jelentőségét, ezt mutatja az is, hogy először a Nature-be küldtem a cikket, de nem tettem meg azt a lépést, hogy ennek a hatását kiszámoljam, nem lett volna nehéz egy ilyen globális modellel az egész Föld fényelnyelésére. Tehát egy komplex rendszernek, a légkörnek egy ágensét, a részecskét néztem, de ebből lehetett volna következtetni egy emergens tulajdonságra az egész légkör fényelnyelésére és az éghajlatváltozásban betöltött szerepére. Ez azért ilyen nyilvánvaló, mert egy évvel később egy stanfordi kolléga ugyanezt megcsinálta a cikkemre hivatkozva. Na most az ő cikkét azóta 3000-en hivatkozták, az enyémet meg 200-an. Tehát jól jártam volna, hogyha van egy átfogó képem erről a komplex rendszerről. De hadd mondjak egy másik példát, ez pedig Karikó Katalin. De tudjuk, hogy egész életében ő is egy dologgal szöszmötölt. És kicserélte egy betűjét az RNS genetikai kódjának, egyetlen szabályt megváltoztatott, és most pedig itt sokunk vérében ott akcióznak a antitestek, meg a jól betanított immunsejtek, és küzdenek a vírussal. Azon kívül társadalmi mozgalmak indulnak az oltás ellen és mellett. Tehát ő nyilván, amíg szöszmötölt, az egész rendszert szem előtt tartotta. Az egész komplex rendszernek tudatában volt, különben nem csinálta volna. Most még hosszan sorolhatnám, hogy személyesen nekem milyen gondolatmeneteket indított el Boda Dezső könyve, de ez túl hosszú lenne, csak két dolgot hadd emeljek ki. Sokszor az az érdekes, hogy olyan gondolatokat indított el, aminek a végén elég praktikus következmények voltak. Sokszor ijesztőek, hogyha a társadalmat tekintjük. Például olvassuk a könyvben, hogy az egyén, az egyet szintjén a biológiai kóddal összhangban lévő mémeket az agy könnyen befogadja. De a közösség számára fontos, komplikáltabb mémeket, azokat elutasítja, ha csak nincs valami erős késztetés annak a befogadására. Ez a késztetés, ahogyan a könyvben szerepel, ez a 4F, ami azt jelenti, hogy összefügg a harccal, a félelemmel, a táplálkozással és a szaporodással.
Na most nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy gyerekkorom iskolájában a félelem lehetett a fő késztető erő, amiért olyan szorgalmasan és fegyelmezetten tanultunk. Ma a jutalmazás vagy a tudás öröme lehetne a késztető erő, ez viszont valószínűleg kevésbé erős, mint a félelem. Lehet, hogy tévedek, de ezzel nem azt akarom mondani, hogy hozzuk vissza a félelmetes tanítónéniket az iskolába. Nyilván nem ez a megoldás. A másik ilyen furcsa dolog, ami eszembe jutott, hogy vajon milyen jövőt vetít elénk az a történelmi folyamat, ahogyan kialakultak komplex mémrendszerek, legyenek azok vallások, ideológiák, amelyek a társas együttélést szabályozták, akár azért, mert elfogadta a társadalom, akár azért, mert rákényszerítették. Hogy manapság, mintha ezeknek a komplex mémrendszereknek a leépülésének lehetnénk a tanúi. Tehát eljutunk odáig, hogy mondjuk csak az óriás plakáton vicsorgó emoji fejezi ki a mémet, aminek az értelmezéséhez még csak nyelvre sincs szükség. A nyelvre, ami a humán kultúra kialakulásának alapja volt. Tehát felmerül egy kicsit az a jövő, amit talán a Harari könyvekben szerepel, hogy talán egy kettéváló emberi faj, ahol egyrészt koordinálatlan és kondicionálatlan, azaz tanulatlan ösztönlények sokasága mellett lesz egy képzett és az erőforrásokat uraló elit. Nem tudom, ezt csak úgy felvetem. A Dezső könyve sem olyan pozitív végkicsengésű, ugye, mert ott is összeomlanak a társadalmak, de én azért bízom benne, hogy nem ez lesz a jövő. Be is fejezem, csak még annyit szeretnék elmondani. Természetesen vannak a könyvben olyan állítások, amivel szívesen vitatkoznék, és egyszer lesz rá idő, akkor ezt meg is tesszük biztosan, hogy nem lenne az egész annyira jó ez a könyv, hogyha csak ennyiről lenne szó, hogy felállít egy rendszer. Tehát ez egy nagyon nehéz téma, nekem is nehéz volt olvasni, hanem azért nagyon jó, mert rendkívül jól van megírva. Tehát a mondatok nagy természetességgel folynak. Nagyon jó az egésznek a stílusa, sokszor egy humoros, illetve ilyen funkcionális szlenget használ. Tehát élvezet volt olvasni, és emiatt is mindenkinek melegen ajánlom, hogy ismerkedjen a könyvvel, olvass el akár többször is, és biztos, hogy egy maradandó intellektuális élményt fog nyújtani. És gratulálok a szerzőnek is, és az intézetnek is, amelyik ilyen inspiráló légkört biztosított ahhoz, hogy ez a könyv megszülethetett. Köszönöm szépen! Hadd kezdjem azzal, hogy az olvasókört, amiről Bella az imént beszélt, a szociofizikai olvasó szemináriumot, az a tanulmány ihlette, amely a jelenlegi konferenciának a nevét is adja, Hankis Elemér, a kvantummechanika és az életértelme című írása. Ez inspirálta, azt hiszem, hogy először talán Miszlivec Ferencet, hogy létrehozzon az IASZ-ban egy olyan csoportot, amelyben társadalomtudósok és természettudósok megpróbálnak összedolgozni a korunknak a nagy globális kihívásainak való megfelelés céljából. És így indult útjára ez az olvasókör, amit most már harmadik éve működtetünk, és amelyet szociofizikai olvasókörnek nevezünk. Az elnevezés az a szociológia nagyjaihoz megy vissza. Comte és Kötlé vitatkozott hajdan azon, hogy mennyire kell matematizálni a szociológiát, és Comte hatására a szociológia elnevezés honosodott meg, de Kötlé a rivális a szociofizikai vagy szociálfizika elnevezést használta, és mi egy kicsit szándékosan, hangsúlyozva a természettudományos alapok fontosságát, szociofizikának nevezzük ezt az olvasókört. Na most ez az a kontextus, amelyben elhelyezendő az a könyv, amiről most beszélni szeretnék, hiszen Thomas Filk, akit mindjárt bemutatok,
Többször is járt Kőszegen, egyszer egy egész fél évet töltött az IELTS-ban, és lényegében itt írta ezt a könyvet, egy négy alkalomból álló előadás sorozatot is tartott erről a könyvről, akkor még készülő könyvről, amelyikből azt hiszem, hogy mindenki nagyon sokat profitált. Thomas Filk Freiburgban elméleti fizikus, relativitás elmélettel, kvantum elmélettel és neuronálókkal foglalkozik, és emellett a müncheni Parmenides Centernek is munkatársa. Elméleti fizikus, de a müncheni egyetemen nem fizikusokat, hanem elsősorban fizika tanárokat képez, ami azt jelenti, hogy nem csak a fizikához ért kiválóan, hanem fantasztikus érzéke van a didaktikához is, és ez átsüt azon a könyvön, ami most itt előttünk van. Ez a könyv, ez egy körülbelül 100 oldalas kis könyvecske, amelyikben hihetetlen pontossággal van elmondva az, hogy mi is a lényeg kvantum elméletnek. Tehát tényleg a legmelegebb szívvel tudom ajánlani bölcsész és társadalomtudós kollégáinknak, hogy aki a kvantum elméletnek a leglényegét, tehát az alapfogalmakat és az alapaxiomákat szeretné egyáltalán nem lebutított formában, hanem a maga teljes logikájában megismerni, az nyugodtan vegye a kezébe a könyvet, zseniálisan van megírva, nem lehet letenni, és azzal a speciális képességgel van megáldva Thomas Filk, hogy nem csak, hogy hallatlanul pontos, hanem filozófiailag is nagyon mély. Tehát mindazok azok a fogalmi problémák, amelyeken a tudományfilozófia gyakorlatilag a kvantumelmélet születése óta viaskodik, azok mind tárgyalva vannak, ugye, amikről itt szó volt. A kauzalitásnak a problémája, hogy kell a kauzalitásra gondolni egy alapvetően indeterminisztikus környezetben, a megfigyelő szerepe, a szuperpozíció és a csatolás, az entanglement fogalma, és ezeken mind kíméletlenül végig viszi az olvasót Filk, és azt gondolom, hogy zseniális módon leegyszerűsítve és fantasztikus példákkal világítja meg ezeket a nehéz problémákat. Most a könyvnek ugye az a címe, hogy Quantum and Quantum Like. Mi is ez a Quantum Like? A fizikusok azt vették észre körülbelül a 2000-es évekkel kezdődően, hogy a szociológiában, kognitív tudományban és a pszichológiában egyre több olyan cikk jelenik meg, amely a kvantum elméletnek a formalizmusát használ. És ugye itt az emberben felvetődik az a kérdés, hogy hát mi különbözteti meg a kvantum elméletet az összes többi nagy fizikai elmélettől? Tehát miért van az, hogy soha senkinek nem jutott eszébe, hogy mondjuk az elektromosságtant mondjuk a történelemre alkalmazza, vagy a gravitáció elméletet a szociológiában? És miért van az, hogy a kvantum elméletet pedig hát egyre gyakrabban látjuk, hogy a társadalomtudományban alkalmazza? Nyilván van az egészben egy jó adag posztmodernség is, ahol a különböző disziplinák közötti határok azok elmosódnak, meg egy cseppi divat is talán, nyilván nem rossz a lovunkat Heisenberg szekeréhez kötni, de azt gondolom, hogy ennél mélyebb oka van annak, hogy ilyen népszerűségnek örvend a kvantum elmélet a társadalomtudományban. És azt gondolom, hogy ennek az a magyarázata, hogy a kvantumelmélet valójában egy általánosított valószínűség elmélet.
Tehát mindazok a tudományok, amelyek statisztikus tudományok, és a társadalomtudományok, legalábbis a matematizált részük a statisztikus tudomány, az haszonnal tudja forgatni a kvantumelméletnek a formalizmusát. Azért, mert a kvantumelmélet egy általánosított valószínűségelmélet, és nem is akármilyen valószínűségelmélet, hanem a feltételes valószínűségeknek az általánosított elmélete. Tehát egy olyan elmélet, amely nagyon gondosan figyelembe veszi azt, hogy az egyes valószínűségi kijelentéseink azok milyen feltétel esetén tehetők, hogy ezek a feltételek ezek egymással kompatibilisek-e vagy sem, hogy hogyan hozhatók ezek össze, mikor egyesíthetők, és erről nagyon, nagyon sok tudása van ennek az elméletnek. Tehát valahogy úgy kell, legalábbis tudományfilozófusként úgy gondolok a kvantumelméletre, hogy a kvantumelméletet nem a tárgya definiálja, tehát tudni, nem az, hogy atomokkal foglalkozik, hanem ez a fajta nagyon általánosított valószínűségelméleti keret. Ez teszi lehetővé azt, hogy a kvantumelméletet sokkal szélesebb körben lehessen alkalmazni, mint ahogy azt eredetileg kitalálták. Hadd mondjak egyetlen példát, talán ez segít megérteni, hogy hogyan is alkalmazható a társadalomtudományokban ez az elmélet. Ez a példa, amelyet a könyv egyébként nagyon részletesen és kiválóan tárgyal, az úgynevezett question order effect, tehát a kérdezés sorrendjének az effektusa. A példa, amit Thomas Field hoz, a következő: 97-ben Clinton újraválasztása után, de még a Lewinsky botrány előtt feltették azt a kérdést 2000 személynek, feltettek két kérdést 2000 személynek, az egyik úgy hangzott, hogy becsületes és megbízható-e Clinton, a másik pedig az volt, hogy becsületes és megbízható-e Al Gore, az alelnök. És azt nézték, hogy a Clinton kérdésre adott válasznak a statisztikája hogyan változik meg attól, hogy előzetesen feltették-e az Al Gore-ra vonatkozó kérdést. Azt tapasztalták, hogy mivel a megkérdezettek nagy százaléka jobban bízott Al Gore-ban, mint Clintonban, ezért azok, akiket megkérdeztek először az Al Gore-ra vonatkozó kérdéssel, azok a Clinton kérdésre adott válaszban optimistábban ítélték meg Clinton. Vagyis egy előzetes kérdéssel az utána következő kérdésnek a statisztikája megváltoztatható. Na most én azt gondolom, hogy természetesen ez valószínűleg szociológusok fülének egy teljes trivialitás, amit mondok, hogy az egymást követő kérdések sorrendje az nem mindegy. Viszont érdekes módon az első olyan elmélet a fizika történetében, amely erre a kérdésre érzékeny volt, az a kvantumelmélet. Egészen addig a természettel szemben feltett kérdéseinknek a sorrendiségével egyáltalán nem foglalkozott a fizika. És ez a tudás, ez ami még egyszer valószínűleg a szociológusok számára egy alaptudás, ez egyszer csak beépült a fizikába, és innentől kezdve pedig hát egy nagyon, nagyon fontos jegye ennek az új elméletnek. Az egész elmélet úgy van formalizálva, hogy ez a tudás ez tárgyalható legyen. És amit most a szociológusok csinálnak, vagy a viselkedéstudományban, vagy kognitív tudományokban dolgozó társkutató, az az, hogy ezt a formalizmust
amely még egyszer egy nagyon pontos matematikai leképzése annak az intuíciónak, ami Hajdan a szociológusoké volt, ezt visszaveszik, és elkezdik alkalmazni szociológiai kérdések. Én most így Münchenben, ahol vagyok, speciálisan pont ezzel foglalkozom, hogy azt nézzem, hogy van-e ennek az alkalmazhatóságnak valamilyen határa. Tehát, hogy a kvantumelmélet korlátozza-e a formalizmusában azokat a kérdéseket, amelyek a szociológiában feltehetők, avagy minden szociológiai probléma megfogalmazható kvantum elméleti formában. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon érdekes, hogy ez egy nyitott kérdés, tehát ezt nem lehet pontosan tudni, hogy igen, lehet-e olyan konkrét kísérleteket, vagy csak fiktív kísérleteket kitalálni, tehát olyan feltételes valószínűségrendszereket létrehozni, amelyek nem tehetők bele a kvantumelméletnek a formalizmusába. Köszönjük. Gábor, köszönjük. Köszönjük szépen. Csak annyit, hogy még egyszer a legnagyobb melegséggel hadd ajánljam ezt a könyvet. Forgassátok haszonnal, nagyon jó könyv. I would like to begin with just a few words about the Polanyi Center, since it has come up and maybe some of you aren't familiar with the work there. Since its inception in 2016, with the first call for research proposals in the spring and the arrival of scholars in the fall of 2017, the Polanyi Center has hosted over 60 scholars from over 30 countries, and their output has been extraordinary, with over 130 publications produced while supported at IASC. And the number will, of course, increase because they will continue the research they began at IASC even after their funding has been completed in Kőszeg, and as we host new scholars every year. So besides being active at international conferences and fora, the research fellows have organized at least 30 different types of activities annually at the center, and that includes public lectures, lecture series, research presentations, and workshops. And the Polanyi Center scholars are also very active in the teaching program of the University of Pannonia MA program in international studies. So the interdisciplinary, international, and intergenerational nature of the group of scholars creates and fosters an active and dynamic environment for research. And the material support of IASC provides the scholars with the necessary infrastructure and space to conduct cutting-edge research on many burning contemporary issues, with access to experts in both related and interconnected fields. So it's been an exciting experiment to watch the creation of a new language as both social scientists and natural scientists meet and grapple with some of the most important questions and global challenges. We are also very inspired by the artists, the musicians, and the writers from the other working groups at IASC. So the experience is unique, demanding, and fulfilling. And we encourage anyone who's interested just to check out the Polanyi Center and his publications on the website. Okay. Now I will turn to the book. And I'd like to begin with a quote from Kierkegaard. And I'm sorry I did not see Nagy András here, because he's always quoting Kierkegaard to the rest of us. He said in one of his journals, "Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards."
And this partly addresses the purpose and content of the joint IASC Routledge volume entitled Memory Politics and Populism in Southeastern Europe. The volume also brings closer to a wider reading public knowledge of a region that is neglected in the literature and yet contains a rich cultural, historical, and ethnic complexity. The book brings the region, its peoples, traditions, and challenges closer to all of us. So the project took 3 years of collaborative effort, and these talented young researchers exhibit a commitment to understanding and rebuilding the region after the devastating wars. Part of this includes critical research on contemporary issues in the present that reflect on the past, like the uses and abuses of memory. The contributors have both personal and intellectual investment in the topics and a strong commitment to the development and integration of the region. The volume provides a positive perspective for the future of Europe that is dependent on the determination of the younger generation to understand the past so as not to repeat it. So the book provides interesting case studies from Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Croatia, North Macedonia, and Bulgaria about certain practices of remembering in different Balkan countries and their impact, which makes for very interesting reading also for non-academic audiences. Now I'll go into just say one sentence basically about each chapter. A strong methodological and theoretical base provided by Astrea Pajovic and Dimitar Nikolovski elucidates the necessity of a volume that is focused on connecting memory studies and populism, because this is very unusual. They're usually studied separately. Both remembering and not remembering the anti-bureaucratic revolution that swept across Serbia and Montenegro in 88 and 89, leading to the overthrow of governments in Vojvodina, Kosovo, and the Socialist Republic of Montenegro, is confronted by Rory Archer. The symbolic significance of built heritage in Belgrade and Sarajevo is analyzed by Gruia Badescu and reflects on how urban space in the former Yugoslavia has become an arena of display for populist politics today. In the context of memory and built heritage in Bosnia-Herzegovina, Igor Stipic and Maria Ivanovic, respectively, provide illuminating chapters on the historical figure of Herceg Kosača as he is portrayed in the narratives of ethno-national historians, not as a historical figure from the past, but rather a contemporary of the current Bosnia-Herzegovinian political regime. And in the chapter on the Mostar Cemetery, the relationship between populism and memory culture is discussed. Mišo Kapitanović, in a way, redefines popular remembrance practices outside of the normative framework of populism and takes into account the importance of popular culture and its practice at the Korčanica Memorial Zone. At the center of the analysis by Astrea Pajovic is the commemoration of the 1991 attack on Dubrovnik. The chapter analyzes two commemorative events: Montenegro's official apology to Croatia in 2000 and the posthumous recognition of Admiral Vladimir Barovic in 2016. Anna Lubojevic recounts the contested narratives of Bleiburg in the context of World War II remembrance in Croatia, and Lovro Kral details how political actors in Croatia utilize memory politics for different political purposes and rehabilitate different aspects of the same event depending on their political agenda. Naum Trajanovski and Dimitar Nikolovski address different aspects of memory politics, popular mobilization, and identity in North Macedonia. And they discuss different aspects of regarding the construction of the Museum of the Macedonian Struggle and the good neighborliness agreement between North Macedonia and Bulgaria. The final study by Filip Lyapov places post-1989 Bulgaria in the memory politics and populist frame with analysis of the Lukov March
as a template of possibility for historical revisionism. Now, the volume consists of fascinating stories and personal recollections, interviews, and analyses of a region for which I can say now there is no longer the excuse to describe it as far away with disputes between people who we know nothing about. And that's a quote from Neville Chamberlain. I should just mention in closing that although we say the book came out in June of 2021, but because of the Routledge fiscal year, if a book comes out in June, it is dated 2022. So all of you who are going to be quoting this book in the future, make sure that you say it's 2022 and not 2021. Tisztelt hallgatók, kedves kollégák! Itt egy kitűnő könyvet tartunk a kezünkben. Jody elmondta, hogy milyen jó, de nem baj, ha én is elmondom, hogy milyen jó, mert én nem készítettem ezt a könyvet, tehát én talán több joggal mondom azt, hogy jó. A címe ugye az emlékezett politika és a populizmus Dél-Kelet-Európában. Ugye Dél-Kelet-Európa az a térség, amiről most beszélünk, ez úgy Románia és úgy Szlovénia közötti tér, meg Magyarországról délre. Ezt annak idején a történetírásban, amikor úgy hívta, hogy Európa lágy alfele. Ugye, ha jól emlékszem, a 19. századi fogalom ez az Európa lágy alfele. Ez azt jelenti, hogy egy olyan térség volt, ugye, ahol mindig minden mozgott, mégpedig nagyon nagy intenzitással. Ismerünk egy olyan fogalmat, illetve egy ilyen bombót, amivel mi játszadoztunk még, hát idősebbek tudjuk mi az, amikor azt mondjuk, hogy mától kezdve minden másképpen volt. Ugye? Ez a marxizmusnak volt a híres találmánya, hogy mától kezdve minden másképpen volt. Na hát, ami zajlik 90 óta, ugye, mert ez általában a nagy történelmi fordulatok idején szokott így lenni, ez a versengés és ez a vita zajlik ebben a térségben, hogy mától kezdve minden másképpen volt. Ugye a nemzeti identitás kérdését Nagy-Jugoszlávia jó hosszú időre, 45 évre elfedte. Ugye volt valami jugoszláv identitás, ha volt, nem tagadhatjuk, hogy valami volt. Jugoszlávia egy sajátos szereplője volt a nemzetközi kapcsolatoknak, még nem is jelentéktelen szereplője. És ez a jugoszláv identitás az úgy megjelent az emberek tudatában is. És én emlékszem a 70-es évekre a vajdasági barátaimmal való beszélgetésben, hogy még nekik is volt valamiféle jugoszláv öntudatuk. Amikor úgy vitatkozgattunk, én a felvidéki magyar egy ilyen gyenge öntudattal álltam szembe. 90 óta, vagy 90-ben ugye, vagy 90 után kiderült, hogy a felszín alatt Jugoszlávia szétesik, és a felszín alatt úgy bizony nemzeti identitás van, mert nemzetek vannak. No, de ezek a nemzetek artikulálják önmagukat, és hogyan artikulálják önmagukat, ehhez Attila jobban ért, mint én. Ugye újra kell építeni a történelmet. Hogyan lehet újraépíteni a történelmet? Hát az emlékezettel lehet újra építeni a történelmet, vagyis azokat az elemeket kell megkeresni, amit megpróbálunk beépíteni a közösség emlékezetébe. Ezeket az elemeket hogyan lehet megkeresni? Hát a tudományos kutatással is lehet, de a politika számára ez a legkevésbé hasznos. Ennél sokkal hasznosabb utat is lehet járni. Meg kell találni azokat az elemeket, amelyek a politika számára hatásosak, hatékonyak. Na, ezt a gesztust hívják ugye valójában populizmusnak. Tehát azt a gesztust, amikor a politika kikerüli a képviseleti demokráciának az intézményeit, hanem megpróbál közvetlenül hatni úgymond a népre, mégpedig azokkal az elemekkel, amikkel érzelmileg is meg tudja őket érinteni. Ez a koszacsa példa, kár, hogy a Igor így lelőtte, mert én akartam elmesélni, hogy micsoda nagyszerű ötlet. Ugye ez a koszacsa, ez egy 15. századi ilyen oligarcha volt lényegében azon a területen, ami úgy Mostár és környéke. Ez a koszacsa, ez egy Bogumil hitű keresztény volt. Ugye tudjuk, hogy a Bogumilek azok ilyen sajátos keresztény irányultságú volt. És a lánya elkerült a törökök elleni előli menekülés során, elkerült Rómába, a Szent Szék oltalma alá helyezte magát, így tehát úgymond katolikus lett. A fia koszacsának, ő elment a szultán udvarába, fölvette az iszlám hitet, és lett belőle, egy nagy vezére lett a szultánnak, Ahmed Pasa, Hercegovics néven.
És ez, és a harmadik elem pedig, hogy Kosacsa, ugye, Szent Száva hercegének nevezte magát, Szent Száva pedig nem volt egyéb, mint a szerb autokefál ortodox egyháznak az alapító érseke. Na, ebből a kis történetből látszik, hogy természetesen mind a három etnikum magáénak érzi Kosacsát. A horvátok számára evidens, hogy katolikus volt, hiszen a lánya Rómába ment. A bosnyákok számára evidens, hogy hát bosnyák volt, hiszen a fia. És a szerbek számára evidens, hogy Szent Szávó pedig hát egy nagy szerb vallás alapító, ha úgy tetszik, vagy egyház alapító, tehát evidens, hogy szerb. Na most ez a történet még humoros is lehetne, hogyha ez nem vezetne ugye politikai, mély politikai vitához, amivel, és ahogy Igor leírja nagyon okosan, elkötelezték magukat nem csak az újságírók meg a politikusok, hanem a tudósok, akadémikusok, történészek és így tovább, és mind azt bizonygatják, hogy Kosacsa az övék, holott hát mondhatnák azt, amit az Igor a végén mondott, hogy a 15. században ilyenfajta identitás nyilvánvalóan nem volt, tehát az egész egy későbbi konstrukció. Ez az egyik, ami nagyon érdekes. Mondok egy másik példát, mert az is kitűnően van benne, az Astrea Pejovics nevű hölgy írta, ez pedig egy újkori, ugyanilyen, vagy nagyon hasonló ugye, politikai gesztus sorozat. Ez arról szól, hogy ugye Montenegro annak idején 1991-ben aktívan részt vett a háborúban, úgy hívták azt a háborút akkor, hogy The War for Peace, ugye, háború a békéért, ugye ismerjük a kommunizmus idejéből a békeharc fogalmát, ez egy kitűnő fogalom volt ugye önmagában. Ez a háború a békéért, ez volt az a hadviselés, amit folytattak, és Montenegro oldal felől ugye megtámadták Dubrovnikot 1991-ben, ugye ott a határ 10 kilométer, és lőtték Dubrovnikot, szétlőtték a UNESCO által védett műemlékeket, stb. Aztán történt, ami történt, és hát ezt úgy elfelejtették. 2000-ben, amikor a montenegrói politika kezdett leválni a Milosevici politikáról, akkor a montenegrói politikai vezetés, Djukanovics és a többi rájött arra, hogy valamiféle civilizáltabb viselkedési formát kéne fölvenni, hogy a nemzetközi közösség aztán Montenegrót elfogadja önálló államnak, és bocsánatot kért a Horvátországtól, Dubrovnik széklövéséért. Ez történt 2000. június 25-én, ugye a születésnapom, tehát megjegyeztem. Nem a 2000, hanem a nap. Utána egy következő lépés mikor történt? Nagyon érdekes. 91-ben volt egy admirális, amelyik a Visz szigeténél ott állomásozott a flotta, és az lett volna a dolga a flottának, hogy a tenger felől lője Dubrovnikot. Ez az admirális, ez előtte Isztrián állomásozott meg sok helyen, és jó kapcsolatban volt a horvát tengerparti világgal, és nem volt hajlandó elindulni, szétlőni Dubrovnikot, hanem mit csinált? Öngyilkos lett. És akkor a sajtó valamit írt róla, nem sokat, és aztán ezt is úgy többé-kevésbé elfelejtették. 2016-ban Montenegro politikai vezetése elővette ezt a történetet, ezt az admirálist, és posztumusz kitüntették. 2016-ban akart Montenegro bekerülni a NATO-ba. Tehát a gesztus maga nyilvánvalóan nem önmagáért való volt, hanem abszolút politikai szándékkal. Tehát ugye, ha azt keressük, hogy a populista típusú politikának milyen húzásai vannak, lehetnek a legkülönbözőbb pillanatokban, akkor egy nagyon érdekes látlelete van itt ennek. Viszont van még egy harmadik nagyon fontos írás, és erre én még felhívnám a figyelmét annak, akit ez érdekel. Ez a Kapitanovics, Mizsa Kapitanovics, ugye? Az a neve. Kapitanovicsnak az írása. Ő az egyetlen lényegében, aki a saját dolgozata elején megpróbálja elméletileg valahogy megalapozni azt, hogy mi a populizmus. Ugye, mert ez egy nagy kérdés. Én itt most csöndesen felhívnám kinek-kinek a figyelmét, hogy tavaly megjelent Pár Ádámnak a Populizmus Hősei című könyve, nem tudom, hogy ki ismeri, Szombathelyen jelent meg, egy kitűnő írás arról, hogy történészi megközelítésben, hogy honnan indult, kevesen tudjuk, hogy a populista mozgalom Amerikából indult, mégpedig agrárpopulista mozgalomként, ugye? Tehát, hogy mi is valójában a populizmus, és Kapitanovics nagyon szépen bírálattárgyává teszi azt a megközelítést, amelyik azt mondja, hogy a populizmust mind ilyen megbélyegzést használják, akire egyszer rányomják, azt
tudósként, újságíróként, politikusként nem bírja magáról levakarni, és lényegében kiközösítik a klubból. Tehát, hogy a populizmus fogalmát meg kell próbálni mindenféle érzelmi töltet nélkül, ha lehet minél szakszerűbben használni, és téves az a megközelítés, hogy csak jobboldali populizmus van, mert van baloldali populizmus, a könyvben szépen benne van, amikor folyik ugye ez a küzdelem ott a jugoszláv térségben, és vannak a szerb csetnikek, akik tudjuk, hogy a jobboldali politikai radikális erő volt, vannak az usztasák, ugye ez a horvát volt, igen ám, de van a térségben egy baloldali populizmus is, amelyik a partizán hagyományt próbálja, és a baloldali antifasiszta hagyományt próbálja ugyanúgy visszaemelni, ahogy a csetnik vagy az usztasa hagyományt. Hát gratulálok a könyvhez, és nagyon érdekes olvasmánynak tartom, úgyhogy aki tudja, olvass el, és érjen, és tanuljon belőle, mert lehet. Köszönöm szépen. I haven't had a chance to read the book. It's a bit difficult to find in the bookshops in Tallinn, I regret to say, where I'm currently living. But I do want to say a few things about a couple of things methodologically. I'll start with a memory or two of my own. I went to Yugoslavia a lot. I think the first time I went there was in 1993. And then I worked as a journalist for the BBC and attended the League of Communists, I've forgotten how many, a conference in 1969, part of my personal memory is that I met Tito, me and a group of small journalists, Western journalists as I was. What shall I say about Tito? He became a major symbol of Yugoslavia. In a way, his death was one of the milestones of the disintegration of Yugoslavia. So I would say Tito and the partisan narrative were central to the legitimation of the Yugoslav state. And if you haven't seen it, there's a wonderful film called WR, The Mysteries of the Organism, made about 1970 or 71 with one of the great beauties of that time, Milena Dravic, which actually starts to mock the partisan legend. There was a lot of trouble as a result of it. So what I'm trying to get at here, memories. Now, memories are not stable. Memories keep shifting, and they're almost invariably local. There are a few non-local memories, but for the most part, they are very closely linked to a particular place. I myself see nothing reprehensible in the cultivation of memory for whatever purposes. Everybody does it. Every institution has a memory regime of its own. And then you get into the problem of conflicting memories. Now, let me give you one example. As you can presumably work out, I grew up in the United Kingdom. And for me, the First World War was about Somme, the Battle of the Marne, Verdun, and so on. For a Hungarian, these are unknown, marginal, irrelevant. And for a Hungarian, we don't really focus very much on World War I. The key issues are obviously the siege of Przemysl, the battle, the breakthrough at Gorlice Tarnów, the Brusilov offensive. These are unknown in the West, absolutely unknown. Their image of the First World War is about the trenches. So here you have two conflicting, quite general memory regimes. Or if you want to look at Hungary, there was quite a long period during the communist period when Trianon was not a part of the Hungarian memory system. It's almost immediately picked up by what followed, democratic Hungary, if you like, and great efforts have been made by the present government to institute a very strong Trianon memory regime. Again, why not? It's a response to what happened before. Professzor úr, köszönjük szépen. Kérlek még egy másodpercet? És nem többet. This is another methodological point. For those of you working on memory, do not neglect semiotics. Köszönöm szépen. Thank you very much. Kedves kollégák, egy más oldalról szeretném a könyvet ismertetni és megdicsérni.
Ahhoz, hogy egy könyv megszülessen és éljen, három tényezőre van szükség. Szükség van szerzőkre, szükség van olvasókra, és szükség van valakire, aki eljuttatja a szerzőktől az olvasókig a könyvet. Nézzük ezt a három tényezőt. Az első tényező az különleges, mivel általában ezekre a dél-kelet-európai régiókról szóló munkákat angolszász szerzők szokták írni, legalábbis a legtöbbet olvasottakat angolszász szerzők írják, tehát ez eleve egy pozitívum, hogy olyanok írták, akik nem csak foglalkoznak vele, hanem a legnagyobb részük ott is él. A második érdem a szerzőknek, hogy legalább három szinten foglalkoznak a témájukkal. Van egy teoretikus megalapozottság, amiről Iván is beszélt, van egy empírja, egy szép nagy empírja, és van a politikai implikáció is, amivel sokat foglalkoznak. Nézzük a másik oldalt, az olvasókat. A könyv úgy van struktúrálva és megírva, hogy érdekes lehet a szakembereknek, érdekes lehet egyetemi oktatóknak, érdekes lehet újságíróknak, és érdekes lehet általában mindenkinek, akinek valami köze van, akár üzletemberként, akár másként ehhez a régióhoz. És nézzük a harmadik elemet, hogy kell egy közvetítő, ez sikerült Csodinak megtalálni a Ravdics kiadót, amely szerény partnerként az IASZ mellett hozzájárul ahhoz, hogy minél szélesebb körbe ismerjék meg ezt a könyvet. Én és uraim, tényleg nehéz megszólalni, és tényleg nehéz beszélni erről a könyvről, bár hogy könyv maga csodálatos. Három szerencsét szeretnék mondani ezzel a könyvvel kapcsolatban. Három szerencsét. És ez a harmóniához is tartozik, mert a harmónia, ha összeáll, gondolom, az mindig szerencse, hogyha az olyan csodálatosan működik. Nos, az első szerencse a város szerencséje. Az a Kőszeg szerencséje. Az, hogy amikor a Jody és Feri kimentek ugye Kőszegre, valamikor a 90-es évek elején, ugye, kisétáltatok, és elkezdtétek ezt a várost sétálni, nézni, gyönyörködni, keresni, és egyszerűen rátaláltatok erre a városra, nem is gondolták volna 30 év után, hogy micsoda szerencsés volt ez a séta, vagy ez a bejárás. Ez, és amire elindul egy kutatóintézet, elindul egy városrehabilitáció, elindul egy újféle szellemiségnek a kialakítása. Nagy szerencse ez. Nagy szerencséje ez a városnak, és azt hiszem, látva a várossal való kapcsolatot, ezt a szerencsét a város meg is hálálja, tehát ebben partner. A másik szerencse a kutató szerencséje. Hogy milyen csodálatos dolog egy kutatónak, hogy összedolgozhat, hogy különféle disziplinákkal találkozhat, hogy kommunikálhat, hogy érintkezhet másokkal, nem a fekete dobozába él, és ott próbálja a saját világát folyamatosan építgetni és lerombolni, hanem újabb és újabb impulzusokat kap a világról. Hát az egész délután erről szólt, erről az állandó interakcióról, erről a csodálatos egymást és önmegtermékenyítési folyamatról. Én nagy szerencsém volt, nekem is, ha majd a kis szerencsét mondjak, 1975-ben, mikor végeztem az egyetemen, akkor Bihari Otto akadémikus meghívott a Dunántúli Tudományos Intézetbe, és ez az intézetben találkoztam én először fiatal emberként azzal, hogy földrajzosok, geográfusok, közgazdászok, politológusok, szociológusok elkezdtek beszélgetni. Ez volt az én kutatói létemnek a hajnala, és most a Zalkonyán újra egy ilyen közösségbe kerülvén rendkívül inspiratív és rendkívül megtermékenyítő ez a légkör. És ez a megtermékenyített légkör ott van ebben a könyvben, ott jön át ezen a könyvnek, szinte minden oldalán, minden fejezetében jelen van. És a harmadik nagy szerencse az, hogy írjuk a tanulmányokat, hölgyeim és uraim, írjuk az esszéket, a könyveink jelennek, meg hivatkoznak ránk, és élünk a kutatói világunkban, itt pedig a kutatók eredményeket, produktumokat, házakat, épületeket, egy várost tudtak átalakítani.
Egy várost, egy városrendszerre hatottak. Az épületek garmadájával, ezzel a 9, hát ugye 7 plusz 2 most folytatódik ez a program, ezzel az épület átalakítással beavatkoztak, visszaállították, újra gondolták, újraépítették a város szövetét és az egész városi rendszert. Átalakították magának a városnak a használati módját, a várossal kapcsolatos képleteket megváltoztatták, átformálták. Ez egy fantasztikus dolog. Tehát ez, amikor én ott járok, és látom, hogy valójában ezeknek a kutatásoknak ott van az eredménye ezekben a gyönyörű házakban. A festett kis kastélyban, vagy a Zwingerbe, vagy a Szemzőházba, vagy éppen a Bencés rendházba, ami a maga puritanizmusával egy lenyűgöző, egyben egy posztmodern világot nyújtó csoda. Vagy itt lesz majd a zsinagógában, vagy a bálházban, ugye, aminek elkezdődött a folyamata, vagy reméljük, hogy a MÁV gyermekotthonnak az átalakítása is ezt teszi meg. Tehát ez a három csoda fogott meg engem ennek a könyvnek a lapozgatása során, és ezeket a csodákat a szerző kiválóan mutatják, kiválóan illusztrálják, hiszen bemutatni azokat a történeteket, azokat az egyéni csodákat, amik valójában ezekben a házakban, ezekhez a házakhoz és persze ehhez a városhoz kötődik, olyan csodákat, ami nem gondoltam volna, hogy Tatai Sándor grafológia órákat adott, ugye, és grafológus szeánszokat tartott, ha szabad így fogalmazni, vagy Görög Sándor ott élt, és ott indult el az életpályája abban a rendben, abban a kisvárosi világban, abban a polgári millióban. Vagy ugye a Hermel Kálmán, a várostörténész, aki egyben gazdag emberként gondolkodik, vagy a Sejfülöp, ugye a kereskedő, aki szintén ugye a zsidók ugye tudósnak hívták, ami hát egy nagy elismerés és egy nagy dicsőség, ugye, hogyha a zsidó közösség valaki tudósnak tekint. Kérem, ez egy fantasztikusan izgalmas könyv, és szólni kell arról, hogy a dizájnja is elegáns. Tehát egy csodálatos dizájn, nagyszerű fotókkal illusztrálja ezeket a folyamatokat, jól mutatja be a házak, a városok, és hát ennek a városkutatásnak és helyalakításnak a történetét. Én szólnom kell a méltatásba az építészekről, mert azért ők csodákat műveltek ottan, ugye? Tehát ezek az építészek, azért a Fejérdi Tamás műemlék professzor úr, aki a műemlékek egyik nagyszerű királya, vagy Ekler Dezső, aki most ugye az új épületet tervezi, vagy a Gutowski Robert építész úr, aki hát azért ennek az átalakítási folyamatnak a fantasztikus munkálatait végezte, és végezetül is utoljára, de szólnom kell Sejei Tamás grafikusról, aki ezt a könyvet olyanná tette, hogy európai rang. Egy dolgot kívánok, minden városnak új szerencsét, ez pedig ez az új szerencse, minél több magyar városról készül ilyen könyv, és minél több magyar városba jelenjen meg az intézet és a Kraft modell, és próbáljuk benne ezeket a folyamatokat generálni. Köszönöm szépen! Kedves vendégek, tulajdonképpen, hogyha nézem a programot, akkor csak erre lenne időm, hogy ezt bemutassam, de azért ennél többet szeretnék mondani. Könnyen tudok kapcsolódni Jánoshoz, mert hogy a Kőszegen élők és az ide látogatók külsőségeiben érzékelik a várost, észreveszik, hogy épületek újulnak meg. Ugyanakkor ezen a reprezentatív homlokzatok mögött nagyon jelentős kutatómunka folyik, és erről a kutatómunkáról az intézetnek kötelessége beszámolni. Egy ilyennek az eszköze lehet a Vasi szemle, amely egy negyed évente megjelenő helytörténeti tudományos folyóirat, és vállalta ennek a külön számnak a megjelentetését, ami miatt köszönet illeti a Szavária megyei hatókörű városi múzeumot, illetve a főszerkesztőt Mayer Lászlót. Megjegyezném, a folyóirat életében nem az az első külön szám, számos tematikus számot kiadtak, de ezek elsősorban
különböző történeti eseményekhez, évszámokhoz kapcsolódnak. Tehát ennyiben kuriózum, hogy élő intézményről eddig még nem készült külön szám. Ezt a tematikus számot az intézet részéről hárman szerkesztettük, Agárdi Izabella, Pók Attila és jó magam. Ez a szám azt gondolom, hogy több feladatot is ellát. Egyrészt segíti az intézmény beágyazottságát a Pannonrégióba, annak szellemi tudatába. A másik ilyen, hogy bemutatja az Ajax nagyon sokrétű tudományos tevékenységét, illetve az elmúlt 5 év eredményeit. És ugyanakkor azért azt is el kell mondani, hogy ez egy ilyen külön szám, a magának, a vasi szemlének az ázsióját is növeli, további együttműködésre sarkalja, illetve vállalja a hosszabb lélegzetű publikációk megjelentetését. Ugye Magyarországon nem igazán ismert intézménytípus ez a Felsőfokú Tanulmányok Intézete, és ennek a kutatási-oktatási tevékenysége, hogyha megnézzük, akkor a vasi szemle tartalom jegyzékéből látható, hogy mennyi területet felöl el. Természetesen tisztában vagyunk azzal, és tisztában is voltunk azzal, hogy egy tematikus számban is vannak terjedelmi korlátok, ezért csak a legfontosabbakra fókuszáltunk, a szerzőktől is korlátozást kértük, hogy maximum 4-5 oldalnyi terjedelmemben írjanak. A lapszám összeállításánál vezérelvünknek azt tartottuk, hogy az olvasó felfigyeljen az Ajax nem hagyományos gondolkodására és kutatási irányultságára, ami magában foglalja a kutatások komplexitását, a különböző tudományok, tudományos területek módszereinek más tudományterületeken való alkalmazását, és az elért eredményeknek a gyakorlatban való kipróbálását, hasznosítását. A folyóirat tematikájának, illetve az egyes cikkek ismertetésére nem térnék ki. Vannak azonban olyanok, és itt jelzésszerűen csak megemlíteném, amit most itt a mini konferencián nem hallottunk, amikről. Ilyenek a kőszegi beszélőházak, amelynek már megjelent egy kötete Mátai Mónika szerkesztésében, aminek az is az érdekessége, hogy azon kívül, hogy készül a második kötet, hogy az itt használt módszertant a kesztei történetek során is alkalmazzák, ami szintén megjelenik majd. Aztán bepillanthatunk a zsidótörténeti kutatócsoport munkájába, megemlítődött már Balázs Edit könyve, erről is olvashatunk, illetve van az úgynevezett daliás idők, ami egy ilyen kicsit rejtélyes cím, de a Szombathelyi Németh László szakkollégium történetére mellett azért betekintést ad arra is, hogy egy vidéki főiskola ifjúsága, hallgatósága, milyen hallgatóságának milyen életélményei voltak, milyen volt a gondolkodása, valamint ehhez a szakkollégiumhoz tartozó emblematikus épület, az úgynevezett Stirling Villa beszélő múltjába. A nagy kérdésekből itt a konferencián nem kerül sor. Az emlékezett politikáról igen, de a Pók Attila módvizsgálatáról nem. Aztán az európai dilemmákról Jody könyve írása kapcsán, aztán a globális klímaváltozásról és a gyorsan terjedő fertőző betegségek kapcsolatáról Dan Brooks, illetve az intézetben folyó kutatómunka összetettségéről, illetve tudományközeliségéről, Zé Karvalics László tollából. És végül szakmámból adódóan, én matematika könyvtárszakos vagyok, az intézet interdisziplináris kutatáspolitikájáról, komplex szemléletű innovációs tevékenységének hangsúlyozásán túl nem hallgathatom el, hogy az IASZ könyvtárában és archívumában számos hagyaték, adomány található, és ezeknek azért jelentősége van.
Ezek közül csak egyet nevesítenék meg, a hangkis hagyatékot, mert úgy érzem, hogy, és úgy is vélem, hogy az ő gondolkodásmódja az intézet létrehozásának első ötletétől egészen a mai napig mindannyiunk számára, akik itt dolgozhatunk, iránymutató. Ezt tükrözi a Vasi Szemle külön száma is, ami reméljük, hogy kimondja azt, amit mi is gondolunk, hogy egymásra figyelve kérdezünk, ezekre próbálunk nem szokványos válaszokat adni, ugye ezt elhangzott már az elején ez az out of the box válaszokat, majd újra kérdezünk. Ha már fizika szóba került, akkor hagyj kezdjem meg Galilei példával. Ugye a Galilei életrajzban van arról szó, hogy a Pádovai Egyetem környékén rengeteg apró műhely alakult, akik nem voltak egyetemi oktatók, de mégis szerettek gondolkodni, és az egyetem az egy lehetőséget adott a közös gondolkodásra. Azt gondolom, hogy ez a külön szám, az együttműködés az egyetemekkel, az ISZ és az egyetemek együttműködése az erről szól. Hiszen most az egyetemek átalakulnak, és ennek az átalakulásnak azért a pénzügyi összefüggéseken túl azt gondolom, hogy a tudományos lényege mégiscsak az, hogy a tudásalapú gazdasághoz hogyan tud felzárkózni a magyar felsőoktatás. Sokat kell tenni ebben az ügyben. És a tudásalapú gazdaság abban különbözik az elmúlt korszaktól a közgazdaságtudományban egészen biztos, hogy jövőképet kell tudni adni, egy fejlődési pályát kell tudni kínálni a gazdálkodók, az állampolgárok számára. Az elmúlt 30 év a közgazdaságtudományban sajnos arról szólt, hogy egy ilyen, tehát, hogy nincs haladás, nincs fejlődés, nem lehet erről beszélni, racionalitás van és önzés van, és ezzel szemben a fejlődésnek a tudományos jellegére kell most azt gondolom, hogy a hangsúlyt fektetni. A külön szám erre ad lehetőséget, erre a támpontokat. A fejlődés tudománya, tehát nem egyszerűen világgazdaságtan, nem egyszerűen közgazdaságtudomány, ez egy önálló disziplina, ami megjelenik a külön számban, ahol a modellalkotás az a matematikai modellek mellett történeti modellalkotás is jelent, és ezért is ennyire fontos ez a külön szám, hiszen ennek keretében lehet olvasni történeti modellekről. A külön szám létrejöttéhez nagyon nagy köszönet illeti a vendégszerkesztőinket, Magasházi Anikót és Pók Attilát. Köszönjük szépen Doka Henrietta munkáját, és hát nyilván nem jöhetett volna létre Izabella segítsége nélkül, illetve Jody Jensen és Mislivec Ferenc támogatta a külön szám létrejöttét. Még egy mondatot hagyd mondjak erről, most nagyon sokat beszélnek a filozófusok a végtelen észlelésnek a problémájáról. Pascalnak van egy nagyon szép hasonlata erről, hogy amikor a távolban, egy üvegen keresztül nézünk egy távolodó hajót, akkor sose megy a horizonthoz, csak mindig végtelen közel megy a horizonthoz, és így a két végtelen az összetalálkozik. Egy külön szám, 200 példány, egy apró pont a világtörténelemben, mégis azt gondolom, hogy a végtelen találtuk meg ezzel a külön számmal. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm a szót. Élve azzal a lehetőséggel, hogy az ISZ mindig feltölti a diasorokat, és megosztja azokat az ismeretanyagokat, amikről az előadások szólnak, nagy vonalakba szeretnék a diákról beszélni, és inkább néhány olyan gondolatot emelnék ki a Local Flavors projekt kapcsán, ami a mai napon, illetve az elhangzott előadások során is hangsúlyossá vált. Kicsit egy ilyen forradalmi hangulatban vagyok, ma volt a 2019-ben indult projektünknek az az értékelő értekezlete, amit ugye az Interreg Europe irodalmi ügyben Lille-ben működik, és ugye az Európai Területi Együttműködések Interreg Europe programját vezeti, értékelte a 9 tagú, de összesen 8 országot felölelő konzorciumunknak a munkáját, és rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk, erről szeretnék néhány tapasztalatot kiemelni. Mielőtt elkezdeném az előadást, szeretnék két dolgot kiemelni, amiben az ISZ-kör nagyon nagyon tud kapcsolódni ehhez az európai programhoz, és amit tényleg tapasztalati úton a partnerekkel is együtt megtapasztaltunk. Az Interreg Europe nem más, mint hogy ünnepelnünk kell az együttműködést. Arra kapunk keretet európai programokból, tapasztalatcsere révén, szakpolitikai eszközöket javítson minden egyes intézmény a saját régiójában, és
ezzel nagyon kapcsolódik az európai decentralizáció gondolatához, hogy felhatalmazunk, megerősítünk helyi intézményeket, amelyek jobbá tehetik a hazai területfejlesztési politikájukat. A külön számokban is található publikáció a projekthez kapcsolódóan, csak annyit szeretnék erről kiemelni, hogy természetesen Európában nem érdemel nagyon sok említést, hogy milyen fontos kulturális tematikájú turizmusról beszélni. Jelenlegi mérések szerint az európai turizmus 40%-át adja a kulturális alapú turizmus, és ugye ebben a narratívában, hogy ér össze a turizmus fejlesztés, meg a közgazdaságtannak ugye az új irányvonalai, egyértelműen ugye az élmény alapú gazdaságnak a jelentősége nő ezen a területen is, és a projektben is erre nagy hangsúlyt fektettünk, hogy pont azokon a területeken, amelyek nagyobb regionális turisztikai központok elszívó hatásától szenvednek, vagy érzik ennek a negatív hatását, hogyan tudnak fejlődni és előrelépni szakpolitikák javításával. Ugye a zöld országok mutatják a projekt partnerségét, de látszik, hogy egy nagyon széles követ fed föl mind területi, mind fejlettségi szempontból, hogy az a 8 ország, ami részt vett a 2019-ben induló projektben, ugye az ISZ látta el a konzorcium vezetői feladatokat, és ugye 8 régió vett részt a munkában, és a Bolognai Egyetem kultúra és örökség tanszéke segítette a munkáinkat. Röviden szeretnék arról szólni, hogy maga a konzorcium remekül mutatja azt, hogy milyen különböző szakpolitikák fejlesztésével lehet hozzájárulni az autentikus turizmus fejlesztéséért. Ugye maga az intézet a Kraft program javításával, illetve fejlesztésével járó hozzá, de a többi országban jellemzően operatív programok kapcsolódó szakpolitikai dokumentumai, valamint belső például Hertogenbosch esetében saját városmarketing tervük van, és hát megemlítendő ugye mindaz a folyó területfejlesztési munka is, amihez hozzájárult a program sikeressége, mint például ugye Savonlinna esetében ők a projekt alatt készítették el az európai kulturális főváros projektükhöz kapcsolódó kiadást, amiben ugye munkatársaink segítették az ő munkájukat is. Szeretném Riga a példáját kiemelni, mert egészen különös volt számomra is azt megtapasztalni, hogy ebben a éppen saját terület fejlesztésében, tervezésében újjáéledő országban mekkora jelentősége volt ennek a tapasztalatcserének. Most szilárdulnak meg egyáltalán azok az intézményrendszerek, amelyek meghatározzák majd a közép- és hosszú távú turisztikai vonalat, és például ők a mindegyik régióban nagyon nagy siker volt a Kraft módszertannak, de ők valóban megértették azt, hogy hogyan lehet a szemszerűsíthető, kevésbé szemszerűsíthető tényezőket számba venni annak érdekében, hogy olyan együttműködések alakuljanak ki, amelyek vonzók lehetnek ugye a turisztikai célú látogatók számára. A horvátoknál azt szeretném kiemelni, hogy elképesztő, hogy Európában is milyen strukturális különbségek vannak a turisztikában. Tulajdonképpen a horvátok azzal küzdenek, hogy a saját belföldi turizmusok az évek óta nagyon-nagyon lappang, és ők erőteljesen arra fejezik a hangsúlyt, hiszen ugye a Kraftnak ez is egy kulcs gondolata, hogy a belső piac megszilárdításával hogyan lehet a turisztikai teljesítményt javítani. A Bolognai Egyetemről már szót ejtettem. Röviden arra, hogy néz ki magának a projektnek a programozása, két fázis van. Az első fázisban a helyzetértékelést készítettek a partnerek a Kraft módszertanon alapulva, majd a párhuzamos tapasztalatcsere révén fogalmazták meg az akciótervüket. Ennek volt ma ugye a megmérettetés, amin sikereset abszolvált a konzorcium, és amennyiben ezek ugye el lesznek elfogadásra kerülnek, úgy a második fázisban, ami 2022. februárban indul, fogják megvalósítani ezt az akciótervet. Ugye nagyon sok konzultáció, illetve tapasztalatcsere volt a projekt során. Hát mondanom sem kell, hogy teljesen átprogramozta a megvalósítást a COVID, hiszen személyes találkozók helyett az online térbe terelődött a tapasztalatcsere.
Itt láthatóak, hogy milyen kulcstémákkal foglalkoztunk, ugye értékelési módszertanokkal, privát szféra, illetve piaci együttműködéssel, valamint különböző együttműködési mechanizmusokkal, és ugye a COVID-19 kihívásaihoz kapcsolódó jó gyakorlatokat is megosztottak egymással a partnerek. Nagyon fontos innovációnak tartom, hogy az Európai Unió ugye hangsúlyozza, hogy a tapasztalatcsere eredményei megismerhetőek legyenek a szélesebb közönség számára, és hát bennünket nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy a projektünk részéről 16 jó gyakorlat bekerült a közös európai adatbázisba, amelyet bárki meg tud ismerni, és reméljük, hogy ez a szám még nőtt, mert a Midterm Review-n felhívtam a figyelmét az irodas számára, még nincsen mindent jó gyakorlatunk értékelve, illetve jóváhagyva, és ők ígéretet tettek, hogy ezt rögbest pótolni fogják. Itt röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sok közös elemet tartalmaztak a megosztott jó gyakorlatok, és rendkívül széles, szektorális, illetve újdonságot hozó megoldásokat öleltek föl, és rendkívül módon igazából egy öngerjesztő folyamat indult el a tapasztalatcserében, amit nagyon jó volt látni, dacára a különböző területi fejlettségi különbségeknek. És hát végezetül szeretném azt kiemelni, hogy miért is találkozik a Local Flavors nemzetközi tesztelése a Kraft módszertannal. Ugye látjuk azt, hogy hogyan tolódik át az egyre a megfoghatóbb elemekről a hangsúly azokra a kevésbé számszerűsíthető, de mégis a helyhez kötődő, a hely szelleméhez kötődő befogadni kész élményekre a hangsúly, amik nem csupán azt célozzák, és a közgazdaság külön számban is erről értekezünk kolléganőmmel, amelyek nem csak látogatóként fogadják a turistákat, hanem olyan személyiségbeli változásokat is végrehajthatnak, amelyek utána hatást gyakorolnak későbbi cselekvésükre. És ez a mi missziónk, és reméljük, hogy a Local Flavors akcióterv megvalósítása hozzá fog ehhez járulni. Köszönöm. Egy rövid prezentációval készültem én is, mégpedig egy olyan témáról, amelyik az intézetünk egy most folyó, szintén a Kraft Központhoz kapcsolódó kutatásáról szól. Ez pedig ugye ez a bizonyos Szigetköz Kraft elnevezési program. Idegen nyelven fogalmazunk így, Insula Magna projektnek hívják, a Szigetkös-Salu köztérségére vonatkozó kutatásról, illetve fejlesztési projektről van szó. És azok számára, akik számára még kicsit ismeretlen ez az egész Kraft koncepció, egy-két mondatot mondani. Tehát ugye ez a bizonyos Kraft, ez egy olyan betűző, ami ugye a kreatív város fenntartható vidék programot, tehát ezt az új integratív város és vidékfejlesztési programot, stratégiát akarja, amelyikben a társadalom, a gazdaság, kormányzat, kultúra, illetve tulajdonképpen az összes helyi érintett hatékony együttműködéséről lehetne beszélnünk. Egy integrált keretrendszerről van itt szó, és ezzel csatlakoznék talán a mostani beszélgetésünk első néhány előadásához, amelyik ugye a komplexitásról szólt. Itt ez kvázi a gyakorlatban visszatükröződik. Sőt, Schöflin professzor úr említette az oksági, az okozati kérdéseket, hát itt erre próbálunk akkor reflektálni. Nem csak az egyének, hanem a közösségek egyidejű érdekének figyelmevételével, mindenféle komplex és mélyreható módszerrel. Egy olyan regionális fejlesztési program keretben, ami viszonylag újszerű azért itt az országban, bár hozzá kell tenni, hogy azért ennek már lassan évtizedes hagyománya van, mint a Kraft programnak magának. A legutóbbi időszakban azért ez felgyorsult, és megpróbál olyan konkrét eredményeket elérni, amelyek egyidejűleg figyelembe vesznek több tartalmat, több tényezőt, a pluha tényezőket, a kemény tényezőket, mint itt olvasható, illetve a város és az ő vidéki környezetek közötti kapcsolatokat, szinergiákat. Hogyha konkrétabbak akarunk lenni, akkor mi úgynevezett potenciálokat, lehetőségeket keresünk az egyes térségek, városok mögött, a kreatív potenciált, a tudástermelés képességét, az innovációs potenciált, tehát a helyi emberekben lévő belső információkat, tudást,
a hálózatok, a kapcsolatok adta lehetőségeket, illetve a fenntartatóságot természetesen, hiszen a 21. században ez egy mindennapos kulcskérdés tulajdonképpen. A Kraft koncepció egy ilyen multidisziplinális, több dimenziós környezetről szól, amelyikben a gazdaság, társadalom, kultúra, oktatás, épített környezet, természeti környezet elemeit próbáljuk integrálni ebben a projektben. Ez a térkép, ez röviden be is mutatja azt, hogy mi az egész országgal, vagy az országnak viszonylag nagy térségével foglalkozunk. Konkrétan a szigetközkutatás, és most már erre fókuszálnék, az értelemszerűen a szigetköz térségével foglalkozik, de azért vannak más projektterületek is. Szigetköz térségéről egy-két ábra, ugye itt 35 településsel dolgozunk, ez a szigetköz északi részét és a déli részét, akár Győrrel együtt is magában foglalja. Kis települések és ugye viszonylag nagyobb városok is érintettek itt, ezért komplexen kell kezelnünk mind a területi, mind a disziplinális kérdéseket. Hát erre a komplexitásra íme itt van az egyik válaszunk, együttműködve a Széchenyi Egyetemmel, illetve az vízügyi igazgatósággal is, tehát vannak más partnerek is ebben a projektben. A mi részünk a kulturális örökséggel, az ökoszisztémával, tehát a táj, a természet, a vízrendszer komplexitásával, a gazdasággal, ugye, ahol a körkörös gazdaságtól a földhasználaton keresztül a turizmus is sok minden szerepel, illetve a társadalom, a társadalmi szerkezettel, agglomerációs kérdésekkel, esélyegyenlőséggel kell, hogy foglalkozzunk. Mindegyik részelem viszonylag nagy kutatói kollektívát fog össze. Az elsőből már itt-ott idézett például Micsei Zoli is bizonyos eredményeket. Mi most nagyjából ennek a projektnek a negyed távjánál vagyunk. A kulturális örökségkutatás már elkezdődött olyan irányokba, hogy megpróbáljuk feltárni a helyi adottságokat, a helyi történeti örökséget, értéktárakat próbálunk összeállítani. Ugyanígy az ökoszisztéma kutatás is elkezdte már a saját disziplinális munkáit, igazából önálló komplex kutatásként értelmezve őket, a táj és a víz kapcsolatával. A gazdaságkutatások is elkezdődtek, és mindenhol, ahol ezeket a rövid kis sorokat olvassák, mindenhol egyenlőre a helyzetfeltárás, a problémafeltárás lépcsőjén vagyunk. Ugyanis természetesen minden kutatás valahogy így kezdődik el, de a problémák után a mi igazi feladatunk az, hogy válaszokat találjunk. Az én meglátásom szerint az egyik válasz az az lehet, ami többek között Rekinczer professzor egyik más konferencián elhangzott jövőképére reflektál, ugye ez a bizonyos, a jelen a jövőben, a változatlan jövőképre reflektál, amikor egy ilyen hálózatmentes, kapcsolatmentes világ van, mindenki individuálisan halad előre. Szóval ezzel ellentétben ebben a projektben próbáljuk hangsúlyozni majd azt, hogy igenis léteznek kapcsolatok, és erre kéne építkeznünk, működő kapcsolati hálózatokat akarunk megtalálni, aktív erőforrásokat szeretnénk megtalálni, meg akarjuk találni azokat az intézményeket, akik képesek ezt a rendszert működtetni, illetve képessé tevő intézményekként definiáljuk őket, akik tényleg a helyért tudnak tenni valamit. És ezeket a rendszereket, ezeket a hálózatokat nagyon-nagyon sok különböző ugye, tématerületen azonosítani tudtuk már, és próbáljuk ezeket megtalálni, akár az individuális szintől kezdve, akár az intézmények, az infrastruktúrák kapcsolatán keresztül, akár a társadalmi, gazdasági vagy térhasználati kapcsolatokig. A projekt ezeket fogja integrálni, illetve kezdte el integrálni. Itt lehet látni ismételten a projektnek a négy, mondjuk így nagy munkaterületét, és az az érdekesség, hogy ezek a munkaterületek, ezek önmagukban is összekapcsolódnak, horizontálisan is, de akár vertikálisan is, látens hálózatok, tematikus kapcsolódások kezdenek kirajzolódni, és ezek azok a tématerületek, amelyeket a Kraft koncepcióban mi erősíteni szeretnénk megtalálni, és fejleszteni. Például... Ákos, lekerekítenéd? Hamarosan? Igen, köszönjük. Az épített örökség kapcsolata a turizmussal világosan összekapcsolódik. A fenntartható turizmuson keresztül a gazdasági kapcsolatokat még találjuk, illetve a kreatív gazdaság és a hely szerepét látjuk, mégpedig abban, hogy
művészek azok, akik ebben a térségben igazából a kreatív szereplők. Ezekben a hálózatokban látszik majd a Kraft modellünk lényege ebben a sziget köztérségben. Köszönöm szépen a figyelmet! Talajtannal foglalkozom, amikor egy tájat nézek, akkor a talajokat is nézem benne, ami egy kevésbé ismert mondjuk eleme, azt hiszem, a környezetnek. Általában legalábbis úgy gondolom, hogy a legtöbb ember a tájban a domborzatot, vízrajzt, a növényzetet, esetleg az állatokat néző talajra talán kevésbé gondol, pedig nagyon fontos eleme a környezetnek, és egyébként a társadalmi jólétünknek és a társadalmi fenntarthatóságnak is. Amit ez az, nincsen sok ábrám, ez az egyik, amit ez az ábra is talán szemléltetted. Most, amikor én itt szemléltem ezt a budai panorámát, akkor ugye ott már ezekből a talajfunkciókból is rengeteg föltűnt. Hát ugye egy városban talán a legkézenfekvőbb az, hogy az emberi tevékenységnek az alapja a talaj. De hát aztán tovább gondoltam, az erdőket is azért látni, hozzá lehetett még ott abban a szituációban gondolni a Csepel-szigetnek a valamikori bolgárkertészeit. Tehát nagyon sok mindent, ugye a melegben a klímaváltozással való kapcsolatát a talajnak, itt néha megjelenik egy árvíz, bár Budapesten szerencsére régen volt olyan nagy, hogy a vizet hogyan vezeti el, hogyan fogja magába a talaj. És mondjam, ezeknek a térbeli komplexitása az legalább akkora, illetve még talán nagyobb is megkockáztatom, mint a társadalmi komplexitás. Ugye a talajoknak van egy idő, a talajok genezisének van egy időbelisége, mint minden genezisnek, mint társadalom genezisének is, és ez az időbeliség, ez nyilván egy adott területen hat, és ott a növényzet, az alapkőzet, nem sorolom, azok a tényezők, amik ezt kialakítják, ez lépésről lépésre különböző talajt eredményez, abban a több mint 200 jellemzőjével együtt, amit mérni szoktunk, plusz még a rétegzettségében azt a sok kombinációs lehetőséget is. Tehát ez a sokszínűség, ez valamilyen módon visszahat a lehetőségeinkre, de hogy milyen módon, azt én, hogy is mondjam, ennek a jelentőségéről egy ilyen kis közvéleménykutatást szeretnék itt kérni, és van ez egy kis kétperces gyakorlat, okostelefonhoz kötött, tehát hogyha akinek van okostelefonja, azt kérném szépen vegye elő, és én kiosztom. És kérném az online résztvevőket is, hogy akinek van okostelefonja, vagy számítógépen az internetes címet be tudja írni, ami a legalsó sorban látható, azt kérném, hogy ezt tegye meg, és aztán válaszoljon arra a kérdésre, majd mindjárt felvetítem, hogy szerinte melyik a legkevésbé, és melyik a leginkább, vagy legfontosabb talajfunkció. Most azt elárulom, hogy minden talajfunkció ugyanolyan fontos, tehát ebbe, most mondjam, bármelyik nélkül elég nagy bajban lennénk, de most kérem, tekintsünk el, és mondjuk egy egyéni szubjektív véleményt kérnék szépen, úgy, hogy legyen közte egyes is, meg legyen közte tízes is, a többi az most ebből a szempontból nem érdekes. Nem tudom, hogy sikerült-e. Volt, aki azt mondta, hogy ez egy biztos, hogy egy sikeres próbálkozás lesz, de próbáljuk meg, nem tart sokáig. És hogyha megvan, akkor kérem szépen azt a kis kérdőívet a következő egy perc alatt mindenki töltse ki, 1-től 10-ig értékelve azokat a talajfunkciókat, aminek a
számait most én oda sárgával, sárga lapon mellé írtam. Tehát az egyes, ugye a víztisztítás, szennyezés, ez vajon mennyire fontos 1-10-ig. És így tovább. Azért közben mondom, hogy az éghajlatszabályozásban a talaj nagyon sokféle módon részt vesz. Többek között a talajnak a szén, a humuszban lévő szén tömege az nagyobb, mint a felszíni növényzetnek, erdőknek, Amazonasszal minden együtt a szénkészlete. Van is egyébként a francia kormánynak egy kezdeményezése, hogyha 4000-nyi humusszal gazdagodna minden évben a világnak a talajkészlete, akkor az kompenzálni tudná a széndioxid kibocsátást és a klímaváltozást. De van mikroklímára is van hatása, ebben most nem megyek bele, vízgazdálkodása összefüggésbe. A tápanyagkörforgás, ugye ez a körforgásos gazdaság, illetve a fenntartható mondjuk vidékfejlesztésnek egy kulcskérdése. A élőlényeknek a lakhelye, tehát akkor még egy ilyen, hogy a talajnak a biodiverzitása szintén felülmúlja a föld feletti élővilágnak a sokszínűségét, és mondjuk egy kiskanálnyi talajban több egyed található, mint ahány ember él a Földön. Tehát ez 10 milliárdos nagyságrendű élőlény van egy kiskanálnyi talajban. Tehát, de a sokfélesége is, ugye, és akkor ebből gyógyszereket, penicillin, nem megyek most tovább. Árvízszabályozásra az előbb egy-két szót már szóltam. Gyógyszerek, ugye itt ez egy külön tételként a talajból kinyerhető gyógyszer, az infrastruktúra, ezt ismerjük, építőanyag forrása, nekünk van egy kis vályuk, pincénk, barátainkkal. A kulturális örökséget megőrzi a talaj, jó esetben konzerválja az eltemetett mondjuk muzeális emlékeket. Élelemforrás, ugye mindent a élelmünket, a legalábbis Magyarországon 99%-ban talajból nyerjük, és hát a szénmegkötés szintén a klímával kapcsolatban. Nem tudom, hogy sikerült, akkor megkérném a kollégákat, hogy az eredményt mutassák meg, mert ez egy ilyen kis internetes... Igen. Egy kíváncsiságból, hogy nem talajtanos társaságban. Igen, és itt lesz lejjebb, ha minden igaz, egy ábránk. Az ábra. Igen, itt van. Tehát igen, tehát úgy látjuk, hogy a szénmegkötés és az élelmiszer termelés, illetve mondjuk a vegyszereknek a semlegesítése, ez tűnik itt a legfontosabbnak. Tehát, illetve a legkevésbé fontos, 9-esre, hogyha visszatudnánk, kérem szépen lépni az előadásra. A kulturális örökség tűnik a legkevésbé fontosnak. Hát, hogy mondjam... De a talajfunkciók közül, tehát a talaj ugye megőrzi, hogyha nem őrizné meg, akkor nem tudnánk, hogy itt kik éltek, avarok vajon, vagy hunok annak idején. Tehát ez egy kis érdekes, színes, és mondjam, új tudás, hogy ebben a körben ez a talajok szempontjából kell. Tehát enni, meg a jövő szempontjából a biztonságot, a klímabiztonságot, úgy tűnik, hogy mindenki többre tartja. Még ebben a körben nem biztos, tehát lehet, hogy rossz következtetéseket vonok le, de hogyha a következő ábrát nézzük, akkor ez pedig már az intézetnek egy olyan döntéstámogató rendszer fejlesztésénből a részvételének az eredményét mutatja, ami egy összeurópai összefogással készülő döntéstámogató rendszer eredményezett, és ebben bal oldalon nem is teljes a lista, hogy milyen sokrétű adatbázisokkal dolgozunk. Jobb oldalon azok a modell eredmények, amik a térbeli fejlesztéseknek a környezeti hatásait mutatják.
És ez egy Horizont 2020-as program, ami 3 évvel ezelőtt indult. Az Ajaszka kezdetektől már a tervezésénél a pályázati időszakban részt vett ennek a kidolgozásában. Land Support egyébként a projekt neve, és a landsupport.eu címen bárki megtalálja, és bárki meg tudja azt is nézni, hogy ezek az eszközök, amik a regionális döntéshozatalt támogatják, milyen részterületekre terjednek ki. Én csak egyet szeretnék itt ezek közül bemutatni, ami a beépítés, az urbanizáció városoknak a terjeszkedésén, úgy gondolom, hogy túlterjeszkedését is nyomon követhetővé teszi. Ez a lenték túl, a földkivonási eszköz, ami itt Keszthelyt láthatjuk, ez Keszthelynek a talajfedéssel degradált területeit emeli ki pirossal. Van, aki azt mondja, hogy ez fejlődés. Én talán nem vagyok egyedül, aki úgy gondolom, hogy az, hogyha mindent lebetonozunk, az nem a fejlődés. Az egy valami más dolog, az lehet egy gazdasági érdek, lehet az utazás megkönnyítése, de a fejlődésnek vannak más útjai. És ez az, amit az Ajaszban ugye a Kraft koncepció is bemutat, hogy van más lehetősége a fejlődésnek, nem csak a beton, nem csak azok a hagyományos módszerek, amik a pénznek a fialtatását közvetlenül eredményezik, hanem olyanok, amik például a talajnak és a tájnak azt a sokrétű funkcionalitását is figyelembe veszi, ami közvetlen kapcsolatban van az embereknek a kulturális örökségével és a jólétével. Nem tudom kihagyni ezt a kis sárga pöttyöt, mert ez ebben az időszakban még nem volt lebetonozva. Most van folyamatban a Balaton, ennek a Balatonpart a legszebb tájképi örökségnek is a tönkretétel a beépítés lebetonozás által. Reméljük, hogy előbb-utóbb Keszthelyre is elér a Kraft szellemisége, hogy egy új koncepció szerint fog új irányt venni a városnak a valódi fejlesztése. Köszönöm szépen. Ha mindenki hazamegy és céltalan idejét a TikTok és a Facebookon tölti, ahelyett töltse ezen a honlapon, amely az IS-nak és a MOME-nak az első közös produkciója, a Salföldi Kolostorom hangvilága, Soundscape of the Pauline Monastery in Salföld. Balaton felvidéken vagyunk, egy csodálatos természeti környezetben, amely a talaj alatt és a talaj fölött kulturális örökségeket őriz. Sőt, ugye a pálosok, mint az egyetlen magyar alapítású monasztikus rend, különleges értéket képvisel, és nem szeretnék erről hosszan beszélni, hogyha megkérem a kollégákat, egy picit lassan legörgetik, ugye látnivaló, hogy vannak hangképek, amik tényleg egy őszi, éppen egy aktuális hangtáj, bocsánat, álljunk meg. Ha éppen nem vagyunk Salföldön, akkor otthon este fülhallgatóval ajánlom, meg tudjuk hallgatni, hogy hogyan hullanak a makkok a fáról. Elképesztő, szép hangkép, ez tetten érhető. Hasonlóképpen tetten érhető egy-két kreatív rekonstrukció, hogy hogyan lehetne ezt a romot újjáépíteni, ha éppen arra lenne szükség. Mehetünk tovább lassan. Ugye a hangökológiai része van kidolgozva a projektnek, itt látható ezen a képen egy ilyen iparművészeti elgondolás. A helyi hagyományok mai történetét is, ugye oral history, hogyha lejjebb megyünk, interjúk formájában tudjuk elérni, hogy kik azok, akik ma gondozzák a salföldi romnak az aktuális egyházi életét. Búcsúkat tartanak ott minden évben. Köszönöm. Ha megyünk lejjebb, akkor még lejjebb, akkor látjuk, hogy az UNESCO támogatásával és az UNESCO úgynevezett hanghetének az időzítésére mutattuk be ezt a honlapot. Tehát nemzetközi elismertségre tart már számot ez a projekt, és feltett szándékunk, hogy ezt
ezt a tudományos, kulturális örökséget, kutatásokat a művészetekkel, az építészettel és a minőségi turizmussal összekapcsoló projektként vigyünk, fejleszünk tovább együttműködésben, ugye, amely magában nem csak a pálosok, hanem a nyugat-magyarországi nevezhetjük Pannon régiónak az ilyenfajta hálózatos átgondolását, mint ahogy a gombák a spóráikat a talajban, nem, fonalaikat terjesztik. És végezetül ugye a képre gondolva, ugye tudjuk-e, hogy mikor egyáltalán lemente már a nap? Ezek a gyönyörű reflektorok az örök napnak a fényt kitetét keltik itt bennünk, de ránk esteledett, de nem tudtuk, hogy mikor. Na most, ha Kőszegen járnánk, akkor ott találkoznánk a Jurisis téren egy városkúttal, ami az AESC-ben fogant ötlet nyomán, az AESC-ben történt tervezés nyomán a város megépítette. Egy zeneeszköz van, egy kis metalofon harangjáték a kútnak a kupolájában rakva. Ez zenéket játszik le, tervezzük ennek interaktív átételét, de egyet már tud, egy nagyon szép gesztus, ez a kis városi eszköz kapcsolatban van az univerzummal, egy alkalmas program lehetővé teszi, hogy a mindenkori aktuális naplementének a pontos óra-perc időpontjában egy kis általam szerényen megkomponált naplemente szignált játszik, úgyhogy a részemről úgy zárom a mai estét, hogy visszapörgetem az időt 18 óra 17 perckorra, visszapörgetem magunkat Kőszeg-Jurisis térre. Ugye a városi környezetben nem nagyon szoktuk látni a naplementét, de Kőszegen van rá lehetőségünk, hogyha éppen ott járunk és meghalljuk ezt a kis szignált, akkor tudjuk, hogy éppen most ment le a nap. Jó estét kívánok!